Köszönjük, Sirius Vegas pedig nem más, mint a csütörtök délutáni stream, amiben Minecraft-ozni fogunk. A délelőtt folyamán Crusader Kings 3-aztunk, amit egyébként csak ajánlani tudok visszanézésre. Nem volt akkora fail, mint az utolsó Crusader Kings 3 streamben, amikor megpróbáltuk a házi bérgyilkosunkkal bérgyilkoltatni saját magát. Az ekkora nem volt, de... Hát, hogy őszinte legyek, azért nem ment teljesen smoothul a dolog. És azt hiszem maradhatunk ebben, hogy nem ment teljesen smoothul a dolog. Most viszont ugye Minecraft. A Minecraftban az a helyzet, aki esetleg nem lett volna múlt héten, vagy nem lett volna előző streamben, hogy múlt hét folyamán építettünk egy Totem of Undying farmot, ami rendkívül gyönyörűen funkcionál. Elképesztően királyú funkcionál. És ezen felbúzdulva, meg a Netherben összeszedve még potionökre alkatrészt, meg szóval jól felkészülve előző streamben megöltük a sárkányt, ami egyébként nem volt egy kimagaslóan nehéz feladat. Elsősorban abból adódóan, hogy tényleg fel voltunk készülve nagyon. Tehát, hogy időbe került, de pusztán azért, mert időbe került, amíg lecsapkodja az ember. Az életünk az nem volt különösebben veszélyben végig. Igen, ez a mondat helyes volt. Ja, igen, így van Lordzo, így van Lordzo. Szia, Uivi! Ó, melózó, jó munkát, Széna, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabott 7 hónapja, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Még gombócból is sok, nem hogy hónapokból, hát azért a 7 az még gombócból oké is lehet. Hónapokból abszolút nagyon-nagyon szépen köszönöm, és über király vagy, de hogy... hát azért érted, a gombóc az jó. Azt akár lehet is... abból lehet is akár hetet megenni. Mondjuk nem feltétlenül a hatalmas gombócokból, de hogyha nem olyan hatalmas ez a gombóc, abból ja, azért én ennék például 7 gombócot, igen. Szerintem, ja, én ennék gombócból heten. Azért nem volt nehéz dolog a sárkány, mert ugye a kristályokat sem is tettük meg először. Megjegyzem, ahogy én tanácsoltam. Így van, Újvi, így van. Fagyigombócból is elfogyasztható 7. Mármint, hogyha értitek, esetleg teljesen véletlenül úgy alakul, hogy így kényszerít rá titeket az élet, akkor alapvetően azért így el lehet így fogyaszgatni 7 gombócnyi fagyit. Lex, ami nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy úgy döntöttél, hogy folytatod a koritól kapott szabot. Nagyon-nagyon király vagy, és ez nagyon-nagyon megtisztelő. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mondanám, hogy üdv a csapatban, de hogy az már egy kicsit arra le vagyunk késő, de a Discordon sok szeretettel várunk, és az emótokat pedig használd a továbbiakban is. Egészséggel. Szia, Timi! Szóval most egy ilyen izgalmas szituáció van éppen a Minecraftban, mert ugye alapvetően ilyenkor így kinyílik a világ, és konkrétan azt csináljuk, igen, a szilvás gombóc, vagy paradicsom, én szilvás gombócra gondoltam konkrétan, vagy barackos, vagy whatever, értitek? Tehát, hogy ilyesmire. Emelt fel az asztalot. De hát, Dan, még csak most kezdtem streamelni. Szóval, Minecraft. Megvan ölve a sárkány, megvan szerezve a szárny, szereztem 10 darab sárkörboxot. Oké, 10 darab sárkörbox nem a világ. Ezt gondolom mindenki látja, hogy ez alapvetően nem a világ, de ettől függetlenül szerintem most egyelőre elég lesz. Kitaláljuk majd, hogyha kell több, akkor nyilván elmegyünk és szerzünk, de most valószínűleg egyelőre elég lesz. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi lehetne a következő lépés, és az a helyzet, és kapaszkodjatok, az a helyzet, hogy szerintem bármi, mármint hogy frankón bármi lehetne a következő lépés, akármilyen farm, akár aranyfarm, akár az Enderman XP farm, gyakorlatilag ezeket mind megépíthetnénk és megvalósíthatnánk. V
Viszont... Szia Laci, szia Lili! Az az érzésem, hogy itt lenne az ideje, és az lenne a legkorrektebb következő lépés, ha elkezdenénk építeni egy bázist. Szóval alapvetően nyilvánvalóan teljesen egyetértek azzal, hogy... Vagy hát nyilván egyetértek, mert én hoztam a döntést. Jó, a teljesen egyetértek, nem volt feltétlenül logikus. Szóval nyilvánvalóan eddig nem ez volt a fő fókusz. Viszont most arra azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg mindent megtettünk, ami ahhoz kell, hogy a lehető leginkább, szia Joy, a leginkább biztosítsuk a túlélésünk esélyeit. Tehát, hogy ugye most már sokkal, tehát hogy most már sokkal biztosabb az, hogy túlélünk, ezt akarom igazából mondani. És az van, srácok, hogy én szeretném azt a dizájnt, amit a harmadik szezonban megpróbáltunk. Én nem érzem, hogy elértük volna a píkjét annak a dolognak. Úgyhogy... így van, új kutat a népnek. Pontosan ez fog történni. Alkesz Maresz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon király vagy. Jajuk, izé, kút, vagyis na, bázis! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és egyébként ezzel el is indítottál egy scam train-t. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bázis... először beígért hidam szeretném látni, ha még emlékszel rám. Rá. Oké, akartam mondani, rád emlékszem. A hát építettem hidat. Milyen hidat akarsz te látni? Sumerudo, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Úgyhogy elkezdjük megépíteni a bázist. Minimális változtatásokat, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál és szabott Steve-nek. Steve, használd egészséggel az elképesztően királyom utáinkat. Szóval egy picit szeretnék változtatni a bázison. Valószínűleg növelni fogom egy kicsit a külső átmérőjét, és növelni fogom a belső körnek az átmérőjét, hogy egy szignifikánsan nagyobb belső rész legyen. És ezt fogjuk elkezdeni megvalósítani most. Ez valószínűleg egyenlőre nagyon-nagyon sok ásással fog járni. Vagy... Nagyon-nagyon sok ásással. De előtte egy kis Wither Skeleton koponya farmolással. És akkor viszont összerakunk egy beacont. Nem tudom, hogy ez így részletekről oké-e? Ugye még kettő koponyára van elméletileg szükségünk, és abból meg tudnánk csinálni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Drendragon a csírt, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Laci, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm, még mindig sörre. Az van egyébként, hogy Guinnessre költöm jelenleg a sörpénzemet. Szénának is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, és Újvinak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy endékozott egyet Heringnek. Ásest ki Viderrel ölés közben. Ja, nem, köszönöm. Nem, köszönöm. Nem szeretném. Nem szeretném azt tenni. Szóval, én... Ja, és most ráadásul utolsó alkalommal egy Guinness-t rendeltem, és 4 dobozzal érkezett. Úgyhogy én most szettelve vagyok egy hónapra körülbelül. I have you covered. Mi a retek történik itt? Ja, itt lakunk. Bubble, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabott második hónap, örülök, hogy jól érzed itt magad, és a szab nem lemondása mellett döntöttél, nagyon-nagyon szépen köszönöm. De ugye csak egy darabot kellett kifizetni. Igen. Az a helyzet, hogy ez történt, hogy egy volt a számlán, és egy 4-es csomagot kaptam. Átmegyek meginni a söröt? Ne gyere át meginni a sörömet. Én nagyon szeretem a sörömet. Ó, apropó, jut eszembe! Építettünk egy szobrot a sárkánynak. Azt mondták többen egyébként, hogy nekik nem tetszik, de az a helyzet, hogy én nem értem miért. Én szerintem ez... az egy csirke. Te vagy a csirke! Én szerintem ez egy nagyon-nagyon király... Ez egy nagyon király szobor. És aki nem ezt mondja, az... Fake newsot terjeszt. És mi azt errefelé nem szeretjük. Torns 3. Mire akartam még Torns 3-at rakni? Hol a szárny?
nem az én szárnyam, hanem a sárkány szárnya. Oké, ebben igazad van, nincsen szárnya a sárkánynak. Van egy ötletem. Mindjárt lesz a sárkánynak szárnya. Egy pillanat. Egy, kettő... Oké, szóval a sárkánynak teljesen igaza van egyébként Timinek, hogy a sárkánynak kell lennie szárnyának. Hol lenne a sárkány szárnya, ha lenne a sárkánynak szárnya? There you go. Szóval, ez most már tényleg kezd hasonlítani egy csirkére. Ja, oké, egy picit talán hasonlít a csirkére. Újvin, nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation-t is. Én nem sörre, mikrofonra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Ende úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, jó estét mindenkinek. Pont a vonatra értem ide, hát pont a vonatra értél ide. Illetve szerintem kész van a sárkány szobor. Szóval, azt fogjuk csinálni, hogy szerzünk egy vidört, és aztán megpróbálom feleleveníteni, hogy hogyan kellett megölni a vidört anélkül, hogy bántson minket. Ezt valahol a Netherben kellett megcsinálni, nem? Endportál alatt az endben, a Nether teteje alatt. A Nether teteje alatt csináltuk. A Nether teteje alatt csináltuk. Igen, de hogy vajon hogy csináltuk a Nether? A csirke, a serkeny? Mi az a csirke? Az ott kérem szépen, az egy teljesen full legit sárkány. Miről beszéltek? Nem láttatok még sárkányt, az a ti bajotok. Látjátok, Újvi, aki látta a múltkor a sárkányt, ő egyáltalán nem panaszkodik, hogy ez úgy néz neki, mint egy csirke. Ő pontosan tudja, hogy ez egy sárkány. Ez van. A tények nem hazudnak. Mondhatnám azt is, hogy a tények makas dolgok. Na, megyünk a Netherbe, aztán agyonverünk egy pár ilyen Wither Skeleton dolgot. Mire van szükségünk szerintetek hozzá? Van Potion of Healingre, az biztos. A Firewall nem igazán segít a képen. Psz, lol. Az totálisan egy sárkány, látjátok? Az ott totálisan egy sárkány. Teljes az egyetértés. Ennyi, kész. Kalapkabát. Oké, fa nem kell, de még a fát nem itt tartom. Igen, csinálok egy beacont, srácok. Ja, csináljunk egy beacont. Szerintem sokkal egyszerűbb lesz dolgozni ezen az egész hatacárén, ha van beaconünk. Csináljunk egy beacont. Úgy nézhet ki, mintha még mindig csak nem akarnék bázist építeni, de higgyétek el, hogy nem akarok amúgy bázist építeni, de higgyétek el, hogy meg fogom építeni a bázist, csak szerezzünk hozzá beacont. Tesco sárkány. Igen, a gyapjú az ott egy kicsit talán a csirke irányába nyomja az összképet. Szerintetek az segítene, ha valahol máshol lenne a gyapjú? Oké, mire van szükségünk lent? Hát szájra nincs egyébként. Ha engem kérdeztek. Szájra a Netherben nincs szükségünk. Vihetjük magunkkal, de nincs rá szükségünk. Van viszont szükségünk arra az arany sapkákra. Van szükségünk Slowfall Potionre? Nincs, valószínűleg nincs. Totem of Undyingokra biztos, hogy van. Innen ki is vehetünk szerintem ezt-azt. Ezeket biztos, hogy kivehetem, ezt kivehetem. Az aranyat elvihetnénk eltrédelni. Egyébként. Valami kellett arany. Én akkor ezt nem vettem észre? Aranyalmához kellett arany. Oké, akkor ezt most nem trédeljük el. Nem, ezt most nem trédeljük el, mert ezek a jó emberek mire adnak valamit, ami egy picit is hasznos, viszont tudnánk belőle csinálni 4 aranyalmát. A Wither Skeleton Farm szénfarként is működik? Igen. Igen, szerintem igen. Nem akarok most 100%-osan hülyeséget mondani, de szerintem így. El kell nevezni csirkánynak, és mindenki happy. Nem igaz, mert én nem lennék happy. Én akkor lennék happy, ha annak hívnánk, ami. Sárkánynak. Sárkánynak.
A Nether tetején lévő bedrockban nem szorul bele, mert kipecselték, de az endben a portál alatti bedrockba bele lehet még préselni. Ó, ez nagyon, ennek örülök. És Mr. Shaman, azt esetleg el tudnál mondani, hogy hogy pontosan milyen magasan kell, tehát hogy kell, várjatok erre, biztos, hogy találunk egy videót. YouTube. Easy to kill. Nem, easy wither kill. 1.16.3. Oké, ez a portálos. Ez egy 2 perces videó. Az elején integet. És azt mondja, hogy szaboljak. Pedig még el se kezdődött a videó, de már is szabolnom kéne. Olyan fura egyébként, hogy ezt az elején mondják emberek. 4 darab soul sand, 3 wither skull, 4 darab obsidian. Jó, ez egy abszolút... abszolút teljesíthető dolog. Először körbe rakja különböző blokkokkal. Na ez a zene, aztán az ingyenesen elérhető muzsika. Oké, megtaláljuk a portál alján lévő bedrockot. Nem teljesen meglepő módon. Csinálunk alatta helyet gyorsítva, mert egyébként nem szedik ki egy 3,5 másodperc alatt ezzel a csákánnyal. Mindegy, felgyorsítjuk, mert amúgy nem szedik ki. Még több blokkot kiszedünk. Ez a videó lehetett volna 20 másodperc. Oké, megkeressük a bedrock közepét. Azért mondom, hogy ti is tudjátok. Bejelöljük. Csinálunk egy obsidian wither alakot alá. Arra fogjuk lerakni a soul sandet. És arra rakjuk le a koponyákat. Megvárjuk a first blastot. Igen, megvan a first blast. Azt elkezd haldokolni. Oké, akkor egy dolgot megnézzünk, hogy a közepe az a wither két válla közötti rész-e. Nem, az a farka. Oké. Jó, készen állok. Készen állok, srácok. Abszolút készen állok. Arra nem, hogy lemenjünk a Netherbe, mert az még nem gondoltam át mindent, de hogy egyébként abszolút készen állok dolgokra. Jó, Szeti, itt vagy még? Szeretnék látni egy szavazást arról, hogy az a sárkány ott sárkánye, vagy csirke. Szeretnék erről látni egy szavazást. Én egyszerűen nem hiszem el, hogy a többség azt hiszi, hogy az egy csirke. Én nem... Én ebbe teljesen biztos vagyok, srácok, hogy mindenki 100%-osan pontosan jól tudja, hogy az izé. Oké, visszünk magunkkal egy pár sharker boxot. Szerintem nem viszünk magunkkal 10 sharker boxot. Mi a retteknek vinnénk magunkkal 10 sharker boxot? Vagy ami még jobb, belerakjuk ebbe a chestbe. Na várjatok, mert ezek instant health potionök, de vannak second grade instant health potionjeink, és én szeretnék fancy instant health potionöket. Úgyhogy eddig nem megyek sehova, ameddig rá nem jövök, hogy hogyan lesz a... várjatok. Ezek instant, más, ezek second grade instant health potionök. Ez egy first grade. Ez egy first grade. Ez egy first grade. Hogy ahhoz glowstone kell. Valaki ellinkelte egyébként, de nyilván megint nincs előttem ez az egész potion főzés dolog. Igen, akiért... Ja igen, elfejtettem szólni, srácok, lehet, hogy most már késő, de aki csirkét lát, azt azonnal bannoljuk. Így az életből. Csak mondom.
Csak mondom. Tudom, hogy egy kicsit későn mondom csak, de csak mondom. Oké, slow falling potionök megvannak. Építőanyag van. Rakunk be sákörboxokat. Ennyi sákörbox szerintem egyenlőre elég lesz, ameddig lila. Igen, a Fire Resistance Potion-t még nem tudunk csinálni, viszont van még Fire Resistance Potion-ünk. Viszont abból a Fire Resistance Potion-ből tudunk Fire Resistance-szebb Potion-t csinálni. Szerintem nekünk még nincs magma krémünk, nem? Az egy másik mentés volt. Nyilván emlékszik rá a retek, de hogy Fire Charge, az nem az. Az még több Fire Charge. Miért van nekünk ennyi Fire Charge-unk? Mi a rettekre kell amúgy Fire Charge? Igen, hát annak csak az idejét növelhetem, de én szeretném növelni az idejét. Slime, meg Blaze Rod. De hát a slime olyan drága. Jó, csinálok egy pár Fire... Jó, igazatok van, csinálok. Blaze Rod? Lehet, hogy Blaze Powder. Oké, mert Blaze Rodunk az nincs. I'll keep you patched up. Istenem, de slime-unk is alig van. Az a baj, hogy hiába van Viktatúra, a büntetés végrehajtó szerv mellettünk áll. Szóval csirke. Koken Minernek nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon király vagy. Magma krém. Ez 3 darab magma krém. Azzal már igazából tudunk így megváltani világot. Először is ezeket visszavesszük. Másodszor. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy megyünk és megcsináljuk az új bázis? Azt hittétek mi. Aztán igazából az lesz a vége, hogy ebben a streamben gyakorlatilag el se kezdjük az új bázist. De higgyétek el, hogy sokkal jobb lesz. Sokkal jobb lesz, sokkal gyorsabb lesz így. Sokkal gyorsabb lesz így. Ja, ez nekem nagyon kétharmad fölötti számnak számít a csirkénél. Mondjuk igazából így az evolúció alapján lehet, hogy a sárkányokból lettek a csirkék. Szóval alapvetően ez így érthető is. Tudatos szavazó. Én nem vagyok benne biztos, hogy igazán utána olvastatok, hogy a sárkányoknak és a csirkéknek pontosan mik a... Tehát, hogy pontosan mi a különbség a kettő között. Vinni kéne be vizet. Most visszünk be vizet. Igen. Tehát a vinni kéne vizet, és most éppen visszünk be fele vizet. Az egyik létezik. A másikról megépítettem egy szobrot, és pontosan ez a definíció. Szóval igazából minden rendben van. 1, 2, 3. Víz. Ez nem az. Egy kicsit arrébb ment. Oké, szóval ebbe kell először is egy Nether Wart. El kéne kezdenem ezt szaporítani. És nem pedig csak használni. Jó, oké, most megnyerhette a szavazást a csirke, de ettől mindannyian tudjuk, hogy nem az. Szia, Livi! Ez egy csirkének átszázott sárkány. De hogy van, csirkének van átszázva? Tudtátok, hogy a csirkék nem is léteznek? Gondoltam. Csak egy demokrata átverés, hogy vannak. 168 nézőt fogunk bannolni. Bár ez lehetett volna sokkal több is. Na, let's do that! Sose felejtsétek el, srácok, hogy attól, mert bannolva vagytok, még tudjátok nézni a streamen. Azt nem tudom, tudtak-e szabolni egyébként. Szerintem azt nem. Megszavazzuk újra egy opcióval kevesebbel? Ja. Igen, ez lehet, hogy érdemes lenne. Egy szavazás, ahol csirke és nem. Sárkány és sárkány a két választás. Davcsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot 4 hónapja egy húzamban. Köszönöm szépen. Csirke!
Én most utána olvastam a nagy sárkány lexikonba, és a sárkányok voltak a csirkék elődjei, a DNS-ük mindössze nagyon pici százalékban különbözik. Tudományosan megalapozott, hogy minden sárkány csirke, viszont nem minden csirke sárkány, szóval a szobor egy sárkány. Én alapvetően ezt nem szabad feszegetni. Tehát, hogy ez alapvetően, ja, ezt alapvetően illetlenség feszegetni. De Újvi, nem érsz rá te egy leheletnyivel jobban munka közben, mint kéne? Én nagyon örülök egyébként neki, és minden oké részemről, csak hogy nem érsz rá egy leheletnyit jobban, mint kéne? Újvi dolgozik? Igen. Újvi jelenleg dolgozik. Nem úgy tűnik. Amíg nem neked dolgozik ilyen lelkesen, addig nincs baj. Egyébként ez mondjuk true. Nem, amúgy simán lehet, hogy most éppen... lehet, hogy most éppen értitek laza a nap. Mi ebben az új, én is dolgozok, írta Joy. Joy, te is dolgozol? Jó, mondjuk Joyról tudom, hogy... hogy munka közben rendszeresen van olyan, hogy be kell állítani a gépet, és várnia kell, hogy befejezze a gép. A valamilyen gép. Holy Swearnek nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen, üdv a csapatban, használd egészséggel az elképesztően király a módjainkat, és sok szeretettel várunk Discordon. Is. Meg hát nyilván a következő streamben is. Abban az esetben, ha most ezzel a szabbal kipróbáltad, hogy bannolt emberek tudnak-e szabolni, írjál már róla egy e-mailen. Nem fogok válaszolni, de látom. Én is dolgozok, fekete festék farmon. Nem tudom eldönteni, hogy viccel-e. Vagy nem. Nem tudom eldönteni. Mi ebben az új? Mi? Ja, Istenem! Én erre nem álltam lélekben készen. Ingame. Ó, oh, ingame! Pedig egyébként kéne fekete festék, mert borzalmasan csúnyák a dobozaink. Nagyon-nagyon csúnyák a dobozaink. Ezt a lila szint, ezt nem tűrhetjük sokáig. Ezen majd dolgozni kell. Fantasztikus. Na, nem tudom, ki aggódott emiatt a fire resistance dolog miatt, de remélem most már megnyugodott. Mármint, hogy remélem, hogy most már megnyugvás van. Ez gyakorlatilag a világ végéig elegendő fire resistance. Nem azt mondom, hogy ok nélkül aggódott, tehát hogy azért azt ne állítsuk, de hogy most már meg lehessen nyugodni, kérem szépen. Oké, van nálam fire resistance, van nálam arany ruhadarab. Van nálam így. Van nálam építőanyag. Vigyünk inkább követ. Van nálam építőanyag. Mi a mai terv? Wither skeleton farm helyett tehát hogy koponyákat fogunk összeszedni, szem szerint 2 darabot egyébként. Jó, van nálam aranyalma. Van nálam kaja. Van nálam egy pár rakéta, ha valamilyen oknál fogva repülni akarnánk. Van nálam egy Ender Chest, amiben van egy halomsálkör box. Színkódos jelölés a boxoknak. Aha, adom. Adom egyébként. Szárnya van? Van. Tojásdobot? Dobot. Csirke? Nem. Nem. Szárnya van? Van. Tojásdobot? Tojásdobot. Sárkány. Az egész tök jó, csak a vége nem jó. Az egész gondolatmenet tök jól ment végig. Jó, kell nekem bármi más, hogy lekaszaboljam azokat az idiótát? Nem. HP potion kell.
Jó, hogy szóltok, srácok, köszönöm. Ez egy instant health 1, ez egy instant health 1, ez egy instant health 2. Ez egy instant health 2. Ez egy fire resistance potion. Ez egy fire resistance potion. Ez megvan, hogy végül az eredeti fire resistance potionjeinket nem upgrade-eltük. Csak mondom csendesen. Oké, teszünk bele még egy redstone-t. Ami nem redstone, hanem teszünk bele még egy glowstone-t. Gunpowder-t lehet-e valahogy farmolni Monster Trap-en kívül? Az a helyzet, hogy mivel a Creeperből jön a Gunpowder egyedül, és a Creeper egy monster, ezért igazából bármi, amiből jön Creeper, az technikailag egy... Az technikailag egy Monster Trap. Tehát, hogy gondolom ezzel így egyetérthetünk. Meg a gazdból. Igen, tényleg a gazdból is jön. Ami szintén egy monster. Szóval... Szóval azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy... hogy alapvetően monster trappekből lehet. Ó! Holy Swear, nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation-t. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Remek összegválasztás. Már jó ideje követlek, de most jutottam el odáig, hogy tudjam támogatni a munkádat, bár főleg a Minecraftot szoktam nézni tőled, és háttérben hallgatlak, mert megnyugtató a hangod. Remélem még sokáig lesz rá lehetőségem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon örülök, hogy tetszik, amit csinálok. Nagyon-nagyon király. Jó. Ez így, mint egy kész is. Nálam van a szilktáccsos csákány, meg nálam van a nem szilktáccsos csákány. Oké, át kell mennünk, és... Mi ez a sok gumibogyó szörp? Ez a cucca, ami megvéd a lávától? Ez az. Ha ebből megiszok egyet, akkor 8 percig tűzálló vagyok. Ez a cucca, ami a kezemben van, ez a másik, ez pedig azonnal gyógyít rajtam sokat. Ha lenne podcasted rendesen, én arra aludnék el. Az a helyzet, hogy tök jó lenne, ha lenne podcastem, de mégis miről lenne podcastem? Mert mint értitek, tehát hogy mégis mi a retekről beszélhetnék rendszeresen. Szóval, hogy így én szerintem így ez így okés. Jó, ez egy kicsit találkozás. Bármiről, Viktor, jó, de az nem... A podcastek esetében ez nem így működik. Akkor lenne értelme, ha így értitek, lenne egy tematikája. Politikáról. Na, azt szednék szét egy pillanat alatt. Holy guacamole, srácok. Azt szednék szét egy pillanat alatt. Simán csak az élet nagy dolgairól. Olvasd fel! Szerintem múltkor tök jó volt a CubeCast. Ja. Sajnos mondjuk a CubeCast-nél annak megvan a maga keresztje. Nem játszom elég új játékkal ahhoz, hogy a CubeCast igazán jól működj. A sportról? Na, az általam vezetett sportpodcast az nagyon izgi lenne. Az nagyon-nagyon izgi lenne. Amikor a játék nevét nem tudom. Tehát amikor actually a játék nevét nem tudom. Akkor az intenzív lenne. Oké, srácok, tudom, hogy ez egy fura kérdés, vagy fura kérés, de emlékszik valaki teljesen véletlenül, hogy hol volt az erőd? Valószínűleg nem, ugye? Ó, van hozzá koordinátánk. Van hozzá koordináták, ami mondjuk a Netherben nem segít annyit. Nem építettem meg oda az Ender portált, ugye? Meg akarom építeni vajon a... Csupi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szavot, második hónapja, nagyon-nagyon király vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kisokosodban nem írtad föl? De írtam hozzá egy koordinátát egyébként.
Viszont félek, mert lehet, hogy felülírtam. Nem, ott van. De nem koordináta kéne oda, hanem közvetlenebb út. De az a baj, hogy ez egy lávatenger alján van. Szóval, hogy ott nem lesz könnyű feljutni. Pedig kéne oda utat építenünk a föld alatt. Értitek, miért járkáljak itt fönt, ha még csak azt sem tudom, merre van? És ráadásul valószínűleg, ha jól emlékszem, nincs is messze. Repülj! Sounds good, doesn't work. Szeti! Ha itt vagy, vagy valaki, aki moderátor, kikapcsoljátok a HPO menes akciót, mert lehet, hogy már nem is létezik az akció. Szóval, 223, 74, 197. 200... Oké, ebbe az irányba, és ebbe az irányba. Igen. Ebbe az irányba elindulunk. Még azt írja tart. Ó, akkor ne kapcsolt ki. Jó. Ha azt írja tart, akkor részemről oké. Van út? Szerintem nincs oda út. Szerintem oda nincs út. Van út a felszínen, de nincs út a föld alatt. Valószínűleg nem hiába. Vagy van út? A kupon akció 2020 10. hó 25-én 0 óráig. A 10. hó 25? Az eltelt. Tehát, szóval az eltelt. Vagy visszavonásig. Jó, de hogy lehet, hogy értitek, vissza van vonva, csak nem tudok róla. Igen, tehát hogy szerintem vegyük ki. Jó, vegyük ki, az a biztos. Utána streameltél, 25 után. Oh, wow. Oké, ez mondjuk elég vicces. Jó, abban megegyezhetünk, hogy ez mondjuk elég vicces. Szerintem más irányba kéne mennünk. Ha Istenem, merre lehet ez a lávató egyébként? Mert abba az irányba is van, meg ebbe az irányba is van. Engem nem zavar, ha néha felugrik. Engem se alapvetően, csak ha nem valid már, az baj. Az helyzet, hogy igazából jobbra kéne mennünk amúgy. Mármint, hogy elsősorban azért jobbra, mert ugye jobbra kell mennünk a koordinátákhoz. Tehát, hogy alapvetően... Minusz 197. Ó, akkor nem jobbra kell mennünk. Fú, akkor nagyon nem, és akkor majdnem nagyon rossz irányba indultam. Akkor viszont itt elszaladunk a valameddig, és itt szerintem van addig út. Igen, valószínűleg ezt a folyosót pont emiatt hanyagoltam a múltkor is, igen. Minusz 197 a Blaze. Oké. Okay. Mert hogy, oké. Okay. 197. Soha, tehát hogy úgy el fogunk veszni ezekben, srácok, hogy öröm lesz nézni. Egyszer el fogunk veszni. Az egy kellemesen nagy adag lávának tűnik. Kell egy kis XP, hogy megjavítsam a csákkányomat. És megvan a lávató. Ilyen mélyen nem kéne lávatónak lennie egyébként. Ja, én is majd táblázni fogom. Eljön az ideje, srácok, én is táblázni fogom. Még nem jött el az ideje.
Majdnem. És nagyon-nagyon közel vagyunk hozzá, de még nem jött el az ideje. Főleg ezeket a nyavajás kanyarodó utakat. Ez egy meglehetősen... ez egy meglehetősen karakteres dolog. Jó, menjünk le a legaljára. De hogy eddig nem volt baj egyébként ezzel a magassággal. Nem, én nem is értem. Na. Majd itt. What? The hell? Jó, akkor lent sem. Nekem abszolút. Ó, arany. Nekem abszolút jó. Tehát, hogyha nem lent, akkor majd máshol. Oké, ennek így most jelenleg semmi értelme nincs, ezt mindannyian látjuk. Én is látom, úgy értem a mindannyiant. Hogy még én is látom, hogy ennek így nincsen semmi értelme, de ha megkerüljük vele a lávatavat, akkor igazából én már boldog ember vagyok. Oké, megkerültük vele a lávatavat. Nagyjából megkerültük vele a lávatavat. Oh boy. Egyébként nagyjából megkerültük vele a lávatavat, ezt csak úgy mondom, mert... most nem úgy néz ki valószínűleg, de hogy amúgy... ez már csak a szélének tűnik nekem. Föl kéne menni a Nether tetejére, azt ott kéne folytatni ezt a haknit egyébként. Azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy föl kéne menni a Nether tetejére, és ott kéne folytatni ugyanezt a haknit. Mennyivel egyszerűbb is. Bár mondjuk egyébként szerintem az nem pont egy Nether célpontú dolognál lenne a legpraktikusabb. Mert ugye most pont a Netherben akarunk menni valahova. Okay. Honnan gyűjt a láva? Ó, hogy az volt, az egyetlen egy blokk láva. Szóval, hogyha a felszín és felszín között mennénk, akkor lenne a Nether tetején érdemes, de itt most pont egy Nether célpontra megyünk, úgyhogy itt most nem az feltétlenül. Még a fölfele menetel lesz egyébként szuper izgalmas. A fölfele menetel lesz egyébként szuper izgalmas, mert ott van mellette egy lávatenger valahol. De nyilván a fene sem emlékszik, hogy pontosan hol. Szóval... majd valahogy kitaláljuk, hogy merre lehet. A duplikálás a Minecraftban csalás, hogy az a helyzet, hogy én eddig csalásként tekintettem rá, de hogy tök általánosan megtűr dolog, tehát hogy tök sok nagy videós, ilyen nagy Minecraftos, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg, használ duplikálást. És őszintén szólva, én is nagyon-nagyon gondolkozom rajta, hogy tök jó lenne használni. Szia, Atti! Szóval én is szeretnék, mert szeretnék építeni olyan szerkezeteket, amiket lehetne használni. Szeti, itt vagy! Néha csak így felvisítok. Olyan, mintha lenne egy titkárnő, tudjátok, aki így az iroda előtt ül. És akkor így mindig csak így... csak így felvisítene neki az ember. Istenem, hát ez mennyire kényelmes lenne. Csináljunk Szeti egy szavazást! Az lenne a szavazás témája, hogy használjunk-e ebben a hardcore-ban duplikációs, elsősorban TNT, tehát hogy TNT duplikációs szerkezeteket. Más nem szeretnék, tehát nyersanyagot nem szeretnék duplikálni, de hogy TNT duplikálós szerkezeteket. Automata farmokhoz. Ez fontos. Hogy automata farmok központi elemeként. Mi a duplikálás? Vannak különböző rendszerek, amik... ből adódóan egy TNT meg is marad, meg fel is robban. Ez így nem tudom, hogy ez így elég pontosan körbeírja, de hogy gyakorlatilag így lehet építeni automata farmokat.
És hogy egyébként az is lehet opció, és ezt ne felejtsétek el, hogy olyan farmokat építünk, ahol a TNT részt azt nekünk kell betöltenünk. Tehát, hogy amikor szavaztok majd ezen a szavazáson, akkor azzal is számoltok, csak nyilván ott az annyival kellemetlenebb, hogy nekünk kell töltenünk a TNT-t hozzá. Valahogy le lehet rakni, szerintem a valamelyik, vagy azt szerintem a dispenser talán, vagy valami, az lerakja konkrétan a TNT-t magától. Igen, szóval, hogy alapvetően meg tudjuk oldani így is. Egy automata farm, ahol egy darab TNT ketten van. Úgyhogy abszolút, abszolút megkerülhető, csak nyilván nem lesz annyira automata a farm. Nem tudom, hogy ez így érthető. Tehát, hogy nem lehet otthagyni örökre. Hanem rendszeresen figyelnünk kell rá. Elraktam ide a ládámat. Be, kicsit aggódok ennek a csákelynek az állapota miatt egyébként. Az endben nagyon-nagyon sokat csak bontottunk vele és nem javítottuk. És most hirtelen ez a mennyiségű XP, amit most gyűjtünk, ez nem biztos, hogy megfelelően kompenzálja. Ki fog szavazni, ha egyszer felek közönséget kibanoltad az előző szavazás után? Következő technikai kérdés, lehet-e vajon szavazni, miután ki van hol? Valószínűleg nem. Mármint, hogy az lenne a logikus, ha nem lehetne. Ja, valószínűleg nem lehet. Ezeket egyébként most nem azért szedem ki feltétlenül, mert szükségünk van rájuk, hanem csak és kizárólag az XP miatt. Amúgy alapvetően nem baj, ha van. De hogy elsősorban, akkor inkább így mondom. Elsősorban az XP miatt veszem ki őket. Kipróbáljuk? Nem, logisztikailag túl bonyolult. Elraktam a kajámat. Elcsomagoltam véletlenül a kajámat. Visszaszereztem a kajámat. Nagyon kell vigyázni egyébként, mert ugye ezt a chestet nem lehet akármivel felszedni, úgyhogy vigyázni kell arra, hogy a jó csekkányt használjam hozzá. Öröm látni, hogy ennyi ideig a lávában állva sem lesz komoly bajod, nekem is hidd el. Azért tudom, hogy a láva az még mindig veszélyes rám nézve. Úgyhogy őszintén szólva én is nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy nem kell tőle annyira félnünk. Oké, erre van egy eszközöm valahol. Ó, fogyuruk eddet. Ennyi? Ó, nem, na náhogy nem. Na náhogy nem. Ja, nyilván ezeket szeretném felvenni. Nehogy véletlenül az értékeset add a kezembe! Hát letörne a kis körmöd! Hát hihetetlen. Ó, egyébként... ma sem sikerült még ez a takarítónős dolog. Most valami kommunikációs hiba csúszott közze, és ő pénteket írt fel. Úgyhogy egyelőre még nem haladunk ezzel a takarítónő dologgal annyira dinamikusan, mint azt szeretnénk. Talán ez a legjobb kifejezés erre a dologra. Igen, azt hiszem, srácok, ez a legjobb kifejezés, hogy egyelőre még nem haladunk úgy, ahogyan szeretnénk. Mehetek helyette? Nem. Fú, az nagyon creepy lenne, ha néző. Az nagyon-nagyon creepy lenne. Ja, az nagyon creepy lenne. Nem mentem túl a koordinátákon. Hopp, screenshot. Nem, még van 40 blokk addig.
Fú, az nagyon-nagyon creepy lenne. Lehet ő is néz. Hát, az akkor majd kiderül. De eddig nem kapta fel egyáltalán a fejemet a nevemre, a fejét a nevemre, úgyhogy én reménykedem. Jó, szerintetek használjunk. Oké, akkor ez lényegében részletekről áldásotok rá. Akkor most az jön, hogy majd el kell döntenem lélekben nekem, hogy akkor mizu. Ez már lehet a lávatenger, nem szerint... nem már. Nem, azoknak a tengereknek nem kéne leérniük idáig. Szerintem ez nem ennyire egyszerű. Viszont ki kell kerülnünk. Szerintem ez már elég nagy ahhoz, hogy ne próbálják izmozni. Tehát ez nem egy láva. Oh-oh. Itt nem kell kivilágítani az alagutat. Ki lehet, de elfelejtettem hozni ízét, és alapvetően nem kell kivilágítani. Tudjátok, mi hiányzik? Nagyon-nagyon hiányzik alapvetően a víz a Netherből. Elsősorban ugye azért, mert hogy azzal nem tudunk, így nem tudunk ugye nagy területeket kiklírálni. Ez nem sikerült. Oké, ez sikerült. Ez lehet, hogy csak egy láva blokk. Potion? Szerintem a potion ennél értékesebb. Egyelőre még biztos. Ha lesz mindenre farmunk, akkor persze nyugodtan. De egyelőre szerintem ennél még értékesebb a potion. Ezen az úton végigszaladnék, én nem lesz nagyon szórakoztató. Úgyhogy erre majd ki kell találnunk valami jobb megoldást. 230, ó, túljöttem. 222. Itt. És 197. Tényleg pont a 197. Pont ide kell kiukadnom. Armor hogy bírja? Az armor teljesen épségben van. Az armor felszívja az XP-t egyébként a dolgok elől. Én ízlésem egy picit bátor. Őszintén szóval csak akkor emelem fel az asztalt, amikor logikus felemelni. Tehát nem emelem fel a stream elején. Most Dan kiváltott a stream elején. De szerintem a nagyjából olyan fél idő környékén, ugye ma 9-ig tervezek streamelni. Hú, akkor igazából lassacskán fel kell emelnem. Akkor mondjuk egy olyan 3-4-8, fél 8, 3-4-8 környékén fogjuk most felemelni. Azért, mert egyébként mindig kiváltja mindenki az elején, vagyis általában kiváltják az elején. És, mert nem mindig, de hogy általában kiváltják az elején, és az elején még nem feltétlenül érdemes, mert ugye ennek egy ilyen egészségkímélő hatása van, és az viszont arra érdemes, értedek, tehát hogy nem feltétlenül az a cél, hogy álljak, hanem az a cél, hogy megváltoztassam a testhelyzetemet. Oké, hallom bugyogni a lávát. Oké, lehet, hogy most el kéne pattintani egy Fire Resistance Potion-t amúgy. Mert lehet, hogy nem sokára lávában fogunk fürdeni. Szóval, hogy maga a testhelyzet változtatás inkább az elsődleges dolog, nem pedig az, hogy ne üljek.
És testhelyzetet alapvetően szerintem úgy éri meg változtatni, hogy hát értitek, tehát hogy így logikusan. Oké, ez fantasztikusan hangzik. Oké, hanyadik szinten van a láva a nether alján? Szia, Kori! Oh. Good news, everyone. Alapvetően szerintem jó helyen járunk. Itt van valahol fönt az erőd egyébként. Ja, itt kell valahol lennie fönt az erődnek. Nem azt mondom, hogy ez a legszebb lépcső, amit valaha építettünk. Azt sem mondom, hogy végleges lépcső. De most arra jó szerintem, hogy haladjunk. Volt egy belebeszélnék. Hú, ez egy hosszú belebeszélnék. Szia Viktor, az előző felszaladt a cseten, de szólnék, hogyha... Ó, kettő is volt. Miért nem... nyomsz egy tűzáróság potit. Erre válaszoltam igazából. Ever találkozol a Bastion-nel a Netherben. Az Optifine... Mi az a Bastion? Nyomd ki mielőtt bemész, mert van egy bug, ami miatt a Piglin Brute-ok láthatatlanok, és nagyon nagyot ütnek. Not like this. Nekem legalábbis így volt. Melyik a Piglin... Mi az a Bastion? Oké, már megyek is nézni Szettinek a linkjét. Ó! Ez egy csúnya erőd? Gyakorlatilag mondhatjuk ezt, hogy ez egy csúnya erőd? Olyan, mint egy erőd, csak fekete. Egy picit megijedtem. Nem nagyon, nyilván, hogy ijedtem volna meg nagyon. De egy picit megijedtem. Gombád van? Nem, de az előző próbálkozásban megnéztük, hogy mekkorát ütnek ezek a malacok. És messze menőkig nem ütnek akkorát. Szóval, hogy nem érdemes miattuk egy slotnyi cuccot hordani. Hey dude! Hogy itt jeg? Szerintem vele már trédeltünk amúgy. Stunning. Hey dude! I have you covered. Újvin, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot Atinak. Nagyon-nagyon király vagy, és ez volt a 107. Hagyd már ezt abba! Szóval ez volt a 107. ajándékszabod. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Legszívesebben nagyon csapnálak. Az egyetlen dolog, amiért nem teszem, mert nem tudom, hogy akkor megtámadnak-e tömegben a haverjaid. Kinyitottam egy chestet. Ja, valóban. Kinyitottam egy chestet. Elnézést. Elfelejtettem, hogy ő ezt nem szereti. Elfelejtettem, hogy nem szereti a chestek kinyitogatását. Tény. Hello, fiú! Azt akkor most mi lesz? Mr. Chiemen! Nagyon szépen köszönöm a szabot. Helyett a donation-t. Gondoltam, nem fogok backseat-elni, szóval elküldtem 10k pontot, hogy megkérdezem, hogy miért nem használsz tűzárosek potit. Majd valaki csak úgy beírta, ami viszont backseat,
És nekem így rip lett a tiszkám. Nope, visszakaptad a tiszkát. Visszakaptad a tiszkát, mert technikailag igazad van. Úgyhogy ja, elméletileg visszaadtam a tiszkát. Ha valami probléma van, és nem kaptad vissza, akkor nem tudom visszaadni. Jó, ez így. Oké. Cserébe viszont ezt kicseréljük erre. Nagyon jó, fel vagyunk készülve, srácok. Oké, ez mehet oda bentre. Ez nem az a csákány, de majdnem szétvertem vele a cuccot. Ez jöhet ide a kézbe, és el is vagyunk pakolva. Na, és akkor itt kéne találnunk a olyan fekete förmedvényeket. Nyilván gondolom senki nem... hát nyilván a koordinátákon vannak, igen, amiket felírtam. Nem kéne ezeknek a dolgoknak így jobban tele lenni ilyen dolgokkal, amit meg akarnak ölni? Nem? Szeti, kérdezhetsz egyet, persze! Ez nem az a spawner, aminél volt. De lehet, hogy ez az a spawner, aminél voltunk. Ez az a spawner, aminél voltunk. Koordináták. 197. Jep, ez az a spawner, aminél voltunk. Oké, ez egy remek hír. Ha már itt vagyok, akkor viszek belőletek is, de nem feltétlenül ezért vagyok. Hogyan a fire resistance dologgal? Van még egy perc. Megöltél mindenkit. Jó, nem, a Minecraft nem így működik. A Minecraft nem így működik, srácok. Kicsi eséllyel dob koponyát, de már egyet szereztünk egy pár perc alatt. Szóval... Ott is vannak. Annyira kell figyelni, hogy a karddal öljük meg őket. Erre kell figyelni, srácok. Ha a karddal öljük meg őket, akkor sokkal nagyobb eséllyel dobnak. Azt hisz, hogy meg azt nem tudom, de végül is mindegy. Úgyis ritka, tehát úgyse fognak nagyon-nagyon gyakran dobni. De hogy legalább, tehát hogy azért annyira nem ritkák, ezt akartam igazából mondani. Erre nincs szükségem. Ott volt egy, láttam, hogy ott volt egy egyébként. Gyere le onnan. És ez, oké, ez akkor már kettő darab koponya. És akkor még egyetlen egy darab koponyára van szükség, de Szeti valamit szeretett volna kérdezni. Miért rakod vissza a sákört az Ender Chestbe, az inventoridba, ha lenne egy sáker box? Nem az volt, nem arról volt. Nem azt kérdezted, hogy backseatelhetsz-e. De elképzelhető, hogy igazad van, de nem azt kérdezted, hogy backseatelhetsz-e. Bocsánat, azt hittem, tudod mit? Nem, csak nem, mert nyilván a jelenségről tudok, csak nem gondoltam bele. Oké, ez így jobb. Ezt akkor már fel is szedjük. Szerinted ezen a folyosón oda-vissza fognak spawnolni? Nem. Ó, ez egy másik? Igen, ez egy másik. Ez két blazerot farm. Holy! Kettő blazerot farmból építhetnénk egy ilyen kombinált blazerot farmot. Ahol kettő spawner dolgozik együtt. Oh. Ne repülj el, kérlek! Te meg gyere vissza, Lici!
Bágyíkok! Ide visszatérünk egy pillanaton belül. Szóval ott tartottunk, hogy ne menjél ki a falon kívülre, pretty please. Oké, ezt körbe kell rakni rendesen, mert ez így nem állapot. Hogy mindegyik kimegy a falon kívülre, azt kergethetem. És én meg ráadásul nem tudok kimenni a falon kívülre. Ó, innen ki tudok. Mert parancs nem töröl veled? Ó, oh, de lehet, hogy a parancsot törölte Szeti, és a timer még mindig működik. Igen, a timer még mindig működik. Jó, azt meg kiszedem majd én stream után, azt nem tudom, hogy moderátor ki tudja eszedni. Biztos, hogy ki tudjátok egyébként szedni, csak nem tudom, hogy hogyan. Úgyhogy... mert még nem feltétlenül nekem kell tudnom, hogy hogyan, ha te tudod, akkor... A timert nem tudod törölni. Ja, igen, van egy timer, meg egy parancs, ugyanazzal a szöveggel. Nagyon ötletes módon amúgy. Ha az aranyblokkot szedett ki, arra is mérgesek lesznek a malacok? Nem tudom. De nem félünk tőlük, szóval... Szóval kiszedjük egy rossz csákánnyal az aranyat. Azt várom, hogy spanoljanak fekete izék, de nem spanolnak. Pedig egyébként milyen gyorsan kidobta azt a koponyát. Mennyire? A timer az gyakorlatilag az, ami így folyamatosan kidobálja a cuccot. Tehát, hogyha mit tudom én, van egy szponzorált üzenet, mint például az Omen volt, de szerintem az Omennek már nem kell kint lennie, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Ha van egy ilyen szponzorált üzenet, akkor gyakorlatilag van állítva egy timer, ami folyamatosan kidobálja. Gyere vissza! Fogadjunk, hogy ez egy csapda. Nem. Bár akkor nagyon gyorsan csapdává válik, hogyha véletlen megütök egy malacot. És hogy gyakorlatilag be van állítva, hogy a Nightbot autentikusen, de mondjuk ugyanilyen timer lenne a... ha mint tudom én mondjuk, akarnám promotálni a legújabb videót. De hogy nem akarom annyira nagyon, meg... nincs legújabb videó. És ennek a kombinációja miatt például az a timer, az ki van kapcsolva, ami a főcsatornára feltöltött legújabb videót akarná mondjuk kirakni. Mert hogy nincs. De hogy mondjuk lehetne egy ugyanilyen timer a különböző közösségi felületeimre. Tehát hogy mit tudom én mondjuk... A Twitter benne lenne, a YouTube. Van erre egy command egyébként, de hogy azt hiszem timer nincs beállítva. És őszintén szóval nem tudom, hogy kéne. Tehát, hogy tudom, hogy ez így furán hangzik, de hogy nem, én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez mindenféleképpen annyira nagyon-nagyon fontos. De egy közben lehet, hogy amúgy igen. Tehát szerintem őszintén szóval nagy részetek nem azért nem követ Twitteren, aki nem követ Twitteren, mert nem tudja, hogy én aktív vagyok Twitteren, hanem sokkal inkább azért nem követ Twitteren, mert ő nem aktív Twitteren. Tehát, hogy... bár egyébként közben lehet, hogy ez egy tök butaság, és amúgy tökre nem így van, és van itt egy csomó új néző, aki mondjuk nem tudja, hogy én Twitteren szoktam kirakni dolgokat. Bár egyébként hozzá kell tenni, hogy a Twittert is sokkal-sokkal kevesebbet használom, mint régen. Sokkal-sokkal kevesebbet. Nagyon-nagyon keveset használom mostában a Twittert. Gyakorlatilag az elmúlt időszakban szerintem szinte csak a izéket rakom ki Twitterre. Néha rakok ki dolgokat, de szinte csak a... a streameket rakom ki. Nagyon-nagyon ritkán írok ki gondolatot konkrétan most már Twitterre. Aminek egyébként elsősorban az oka, hogy ugye nagyon sokat... viszonylag sokat pörögtek azon, hogy mennyire fölösleges dolgokat írnak ki az emberek Twitterre, mit tudom én. És őszintén bármit ki akarok írni, akkor van bennem egy ilyen félelem.
hogy valami idióta egyszer csak előkerül, és így hát ez is mennyire felesleges volt, ami egyébként teljes nonsens, hogy valaki azon örjön, hogy valaki más semmit csinálsz. Na mindegy. Szóval ez egyébként teljes nonsens, de hogy ettől függetlenül nyilván így az emberben benne van ez a félsz. És ebben konkrétan szinte semmit nem rakok ki mostanra. Nem, ennek semmi köze nincs Trumphoz. Nem, ez az izéhez köthető. A magyar rend krémjéhez. Elsősorban. Kár, pedig tök jó volt a Twittered. Ja, szerintem is kár egyébként, mert szerintem is tök jó volt a Twitterem. Őszinte leszek, szerintem is tök jó volt a Twitterem. Tehát, hogy én nagyon... nagyon jól szórakoztam azokon a dolgokon. Nyilván azért írtam ki őket, mert szerintem vicces volt. És hogy valaki szerint így van. De sajnos ez a... ez az ettől aggódás, az így beépült, vagy nem tudom. Ó, apropó, itt kinyithatnánk egy ládát. Hagyd dühödjön föl rá mindenki. Mire kell a Fire Charge egyébként? Oh, hello! Nem tudom, te honnan kerültél ide. És ezek nem szoktak így jobban tele lenni szörnyekkel? Itt most ezzel az erődítménnyel van a baj? Valószínűleg az erődítménnyel van a baj. Kéne keresni egy jobb erődöt? Lehet, hogy kéne keresni egy jobb erődöt. Nem tudom, mitől jobb egy erőd, vagy mitől rosszabb? Fire Charge az tűzijátékhoz van? Vagy tűzijátékhoz? Mert akkor viszont izé... Hello! Oké, ez így Fire Resistance Potion-nel elég egyszerűvé válik. Vagy legalábbis kevésbé aggódunk ezen. Tudjátok, mint gondolkozok egyre többet, ahogy így elmélyedünk egyre jobban a hardcore-ban? Mert mint úgy értem az elmélyedést egyre jobban, hogy egyre több... időt töltünk el. Tehát nem feltétlenül úgy értem az egyre jobban elmélyedés, hogy nem tudom, egyre nagyobb gosúi vagyunk a dolognak, vagy bármi ilyesmi. Hanem inkább úgy, hogy értitek, egyre több időt töltünk, hogy én hogyan retekbe haltam meg ennyiszer, a normális Let's Play-ben. Hogy haltam én meg ennyiszer a normális Let's Play-ben? Nyilván a nagy része figyelmetlenség volt, de hogy ennyire nagy része volt figyelmetlenség? Nem voltál ennyire figyelmetlen. Akkor, ja, akkor valószínűleg a nagy része figyelmetlenség volt. Oké, kell valami helyet találnunk ahhoz spawnolnak ezek a cuccok. Mert hogy alapvetően megszerezzük gyorsan, ezzel a résszel nincsen baj, de az, hogy itt nem spawnol semmi, azért ez elég szomorú. Itt jöttünk fel először. Most keressek egy másik erődöt, mert most szerintem az az oldal, attól mert egy másik oldal, attól még nem fog sokkal jobban spawnolni. Szerintetek keresnünk kéne egy másik erődöt? Az erődöknek nagyon fura a spawnolási manika, és nagyon könnyen megtelnek szörnyek. Ez azt jelenti, hogy vannak valahol szörnyek, csak nem tudom hol. Lehet, hogy egy olyan erődöt kéne keresnem, amelyik láva fölött van. Egyébként, lehet, hogy olyan erődöt kéne keresnünk, ami láva fölött van. Mert oda valószínűleg jobban leszpanolnak, mert lehet, hogy itt most a környezetben vannak szörnyek, amik nem az erődben spanoltak, de valamiért keppelte a... De valahogy beleakad a kepp.
ide. Ez létezhet? Ahogy nincs helyem az inventory-ban. Jó, ez mondjuk. Oké. Mitől kapnék 10 percet és mitől 24 órát? A moderátortól. A Minecraft az 24 órától indul, a többi az perc, az pár perctől indul. Az most így nincs meg pontosan, hogy így hány perctől, tehát azért az így elég sok mindentől függ. Elsősorban annyi, hogy hova húzod rá körülbelül. De hogy ja, alapvetően a játék például, tehát a Minecraft ugye ez nyilván egy komolyabb probléma. Tehát, hogy így értem a dolgot, hogy a Minecraft az egy komolyabb probléma. És ugye emiatt nyilván erősebb is a fellépés. De hogy például a többi játékot, azt ugye nyilván viszonylag ritkábban kérdezik. Tehát, hogy mondjuk Minecraft, az, hogy mikor lesz Minecraft, az, hogyha ez nem lenne szabály, és nem lenne be is tartatva ez a szabály, akkor gyakorlatilag megkérdeznék minden streamben. Tehát, hogy minden streamben megkérdeznék. De komolyan, minden streamben. Viszont az, hogy mondjuk mikor lesz, nem tudom, Overwatch, azt is egyébként elég sokat kérdezik, arányaiban. Most már ugye nyilván elég keveset, de hogy arányaiban mondjuk azt is elég sokat kérdezik, akkor az ilyen, mit tudom én mondjuk, normális körülmények között az nem fordulna elő heti egy-két alkalomnál többször. De a Minecraft az teljesen biztos, hogy ez minden streamben, az teljesen biztos. És hogy ez nyilván érthető amúgy, hogy ez így sokszor előfordul, viszont ettől függetlenül nem feltétlenül akarok minden egyes játék alatt azzal foglalkozni, hogy mikor lesz helyette Minecraft. Illetve őszintén szóval azt se szeretném, hogy valaki minden egyes játék alatt azt arra emlékeztessen, hogy őt igazából csak és kizárólag a Minecraft érdekli. Több dolog miatt is, egyébként egy, nyilván, mert én sem szeretem feltétlenül, ha mondjuk arra emlékeztetnek. Ezt nem azt mondanám, hogy arra emlékeztetnek, hogy egy trick póni vagyok, mert én nem tartom magam egy trick póninak, de hogy azt nem szeretem, ha mondjuk arra emlékeztetnek, hogy ők annak tartanak. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Én személy szerint én úgy gondolom, hogy teljesen valid streamjeim vannak nem csak Minecraftban, és teljesen tök jó néző számaim is vannak egyébként nem csak Minecraftban. Viszont ennek ellenére egy csomó ember még a mai napig is így csak flat Minecraft streamerként tekint rám, aminek nyilván van alapja, mert amúgy meg nyilván, értitek, tehát nyilván sokkal jobb néző számai vannak a Minecraftoknak. És nyilván ez az, ahol a legjobban otthon is érzem magam. Ez az egyik, ami miatt ugye nem feltétlenül szeretem, hogyha non-stop mikor lesz Minecraft kérdéseket pörgetünk. A másik, ami miatt nem szeretem, mert emlékeztet arra, és ezt most akinek nem inge, ne vegye magára, akinek inge, az se vegye feltétlenül sértésnek magára. De hogy emlékeztet arra, hogy nagyon-nagyon sok ember nem igazán foglalkozik a Minecrafton kívül más játékokkal, annak ellenére, hogy azok lehet, hogy nagyon jók. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy őt most speciál nem érdekli. De hogy, és lehet, hogy nem mindenkire igaz, aki csak a Minecraft streameket nézi elsősorban. De hogy nagyon-nagyon sok ember nem hajlandó gyakorlatilag más játéknak a létezésével sem törődni. És ez bevallom őszintén, ez így nem annyira jó érzés. Nyilván, ha mondjuk valaki csak a Minecraft szórakoztat, akkor persze, hát le kell rajta nézze a Minecraftot, tehát akkor nem kell csak azért más játékot néznie, mert akkor lesz tájékozottabb, meg mondjuk nem érdekli a játékok világa. Persze, ez így elképzelhető, hogy ez így megtörténik. De hogy ennek ellenére van egy csomó ember, aki így játszik Minecraftot és kalapkabát. Most már valószínűleg egyébként kevesebb van. Most már szerintem kevesebb van ilyenből, mint azért mondjuk régebben, amikor a Minecraft nagyobbat ment ennél. És azért most már én nyitottabbnak érzem az emberek gondolkodásmódját. Viszont sok emberen éreztem elsősorban régebben azt,
hogy így gyakorlatilag így bezárt, és csak és kizárólag a Minecraft, és kész. És az összes többi, az még olyan szinten sem érdekli, hogy mondjuk belenézzen, hogy vajon érdekli-e. Értitek? Tehát, hogy mondjuk így... Így megnézze, belenézzen egy másik játékra. Hanem nemes egyszerűsége, ha meglátja, hogy mondjuk nem Minecraft van odaírva a játékhoz, akkor kész, nem Minecraft, nem is nyitja meg a streamet. Azt tudom úgy, hogy te nem a Minecraft miatt vagy itt, és tudom, hogy sokan nem a Minecraft miatt vannak itt, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez a probléma mennyire aktuális jelenleg, de régen ez nagyon aktuális volt. Tehát, hogy ez régen nagyon-nagyon aktuális volt. Én próbáltam, és van, hogy nagyon nem jó játékokat játszom, meg van, hogy abszolút réteg játékokat játszom, de hogy nagyon-nagyon sok esetben nagyon-nagyon jó játékok is háttérbe szorulnak azért, mert mondjuk az emberek nem nyitottak. Nagyon. És így nem nagyon hajlandóak mondjuk kipróbálni más játékokat. Ez nem csak a Minecraft-tal kapcsolatban van így amúgy. A Minecraft-tal kapcsolatban szerintem hatványozottan, de hogy nem csak a Minecraft-tal kapcsolatban, tehát van, aki ugyanígy mondjuk csak Tarkovot néz. Szóval, hogy ez emiatt... Na mindegy, szóval, hogy ez a másik, amire nem... Én őszintén szóval nem szeretem feltétlenül, hogy erre egy emlékeztetnek. Annak ellenére, hogy tudatosan tudom, hogy ez egy tök természetes dolog, és egy tök természetes folyamat, engem bevallom őszintén ennek, annak ellenére frusztrál, hogy mondjuk ennyire így zárkózottak emberek dologokkal kapcsolatban. Most ez nem feltétlenül, ettől függetlenül tudom, hogy ez nem számít, de hogy egy ilyen rossz kedély állapotba tesz. Arról nem is beszélve, hogy de mondjuk ez általános dolog, hogy miért írtok meg valamit, miért nem csak nem válaszolok rá a chatten, mert ugye nyilván lehetne az is, hogy fel lehet tenni mikor lesz kérdéseket, csak nemes egyszerűséggel nem válaszolok rá. Hogy általában ezek a mikor lesz kérdések, ezek kéz a kézben szorosan együtt járnak azzal, hogy valaki nem feltétlenül érti meg azt, hogyha csak simán nem válaszol az ember. Hanem konkrétan... most egyébként izét új erődöt keresek. Ami nem biztos, hogy kéne, hogy keresek új erődöt, de mindegy. Lehet, hogy nem is logikus, hogy keresek új erődöt. Szóval, hogy kéz a kézben járnak azzal, hogy nem feltétlenül érti az ember. Jobb esetben csak felteszi a kérdést rendszeresebben. Rosszabb esetben elkezd hőbörögni azon, hogy nem kap választ. És elkezdi szidalmazni is a streamert, akár engem, akárki mást egyébként, ez nem csak velem fordul elő, velem is előfordul, de nem csak velem fordul elő. És az a helyzet, hogy ez a legtöbb esetben nyilván egy olyan... ilyen öngerjesztő folyamathoz vezet, ami meg nem jó senkinek, szerintem. És hogy ténylegesen azt hihetnétek egyébként, hogy az ember... De hogy ugye alapvetően, ha belegondolunk, az is tök természetes, hogy mondjuk nektek a nézői szempontból nagyon nehéz eldönteni, hogy nem láttam, amit írtok, vagy csak nem reagáltam rá, mert mondjuk bunkó vagyok, vagy nem reagáltam rá, mert valamilyen oknál fogva az a logikus, hogy nem reagálok rá. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Szóval, hogy ezt így... Ugye benne van az az opció, hogy így nem feltétlenül lehet eldönteni, hogy ténylegesen nem láttam, mert van egy csomó komment, amit nem látok. Vagy... Csak nem reagál, vagy csak nem akarok reagálni. És ezt nagyon-nagyon sokszor nem tudják eldönteni emberek, főleg azok, akik általában olyan dolgokat írnak, amikre én nem akarok reagálni. Őnekik nekem úgy tűnik személy szerint, hogy erősebb tendenciáik vannak abban, hogy ne is értsék azt, hogy ezt, amit ők írnak, nem kéne írniuk. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk bunkó, meg nem feltétlenül azért, mert tök illetlen, mert a legtöbb esetben nem az. Hanem nemes egyszerűséggel azért, mert mondjuk nem tudok rá válaszolni, nem akarok rá válaszolni,
nem akarok egymás után sokszor válaszolni, mert valakinek pont válaszoltam éppen. Szóval, hogy ezek így, azt kell, wow, de gyorsak vagyunk. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ezek így általában kéz a kézbe járnak, és összességében sokkal egyszerűbb és tisztább azt mondani, hogy ezt ne csináljuk, mint mondjuk elkezdeni ezeket a köröket futkosni, hogy nem válaszolok, vagy bármi, értitek? Bye! Vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb és tisztább. Oké, kérdés tőlem nektek. Okos embereknek. És egyébként az van, hogy a legtöbb backseat-tel sem lenne semmi baj. Viszont a backseat egy hatványozottan öngerjesztő folyamat, és azzal sem lenne baj, ha mondjuk olyanok csinálnák csak, akik úgy alapvetően értik, hogy éppen milyen információra van szükségem. Akik nem azt írják, hogy ezt csinálhatnád teljesen máshogy, vagy ilyesmi, hanem azt, hogy ott éppen mi az, ami segít. De nem ezt csinálják. A legtöbben. Oké, szóval kérdés. Ebben a dimenzióban lehet-e erőd? Vagy ebben a dimenzióban nem generálódik erőd? Nem tudom, hogy generálódhat-e mindenhol erőd egyébként. Mi lett a teknős tojásokkal? Megvannak még, csak még nem jutottunk el a teknős szaporításig. Elsősorban azért, mert csak és kizárólag azért szaporítanék teknőst, hogy elnevezzem őket, és bevallom őszintén, hogy ez nem a legerősebb hajtóerő, hogy most azért építsek egy farmot minden vele járó dologgal együtt, mert el kell neveznem kettő darab teknőst. Viszont ettől függetlenül a list fel van még írva, nincsenek kipipálva azok a nevezzel dolgok, amiket még nem neveztem el. Minden bajomban lehet, oké, nagyon jó. Szóval nincsen kipipálva, fel van írva, és tudok róla. Úgyhogy... Úgyhogy ha egyszer eljutunk oda, hogy éppen ne legyen az ég egyet a világon semmi jobb dolgunk, akkor nyilván meg fogom csinálni, vagy ha mondjuk kell teknős, és akkor viszont fogom tudni, hogy amint lesz teknős, akkor fogom tudni, hogy el kell neveznem egyet almácskának, meg egyet, azt nem tudom fejbe, hogy őszinte legyek. De fel van írva az is. Annyira nem tudom, nem érzem kifejezetten hasznosnak a teknősök. Őszintén szóval lehet lávafürdő, mert hogy meg tudjuk, tehát hogy túl tudjuk élni. Hát ha függetlenül jó lenne, nem lenne. Viszont erődött lassacskán találhatnánk lávatenger fölött. Visszafele menet nem tudom, hogy jutunk vissza. Mert nem jelölöm jelenleg sehogy az utat. Valószínűleg úgy fogunk visszajutni, hogy általában visszaszoktunk. Ó, erőd. Csak nem abban az irányban néztem. Szóval, hogy visszafele nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy fogunk jutni, de valószínűleg úgy, hogy leássunk egyébként. Szia, Peggy! Megvan még a méhecskét? Igen, elméletek egy méhecskénk se szaladt el sehova. Megpróbált egy pár, a tiéd pont nem. De hogy a legjobb tudásom szerint meg kéne, hogy legyen a méhecskét. Ez is sajnos egy szárazföldhöz közel lévő. Szóval valószínűleg úgy fogunk tudni visszajutni, hogy leássunk és visszaássunk a lenti szinten. De ez sem egy olyan erőd, amit most keresünk egyébként, sajnos. Bár egyébként ettől még kéne rajta lennie egy csomó. Ó, azt visszük.
Meg vihetnénk egyébként szolszendet ültetésre is. Mert hogy amiatt sem ültettem el. Oké, azokat nem számítanak annyira kimagaslóan. Ezt még ugye el akarom rakni. Wither Skeleton farm lesz. Nem tervezek azonnal farmot, hogy őszinte legyek. Egyetlen egy Wither-t szeretnék összerakni. Egyetlen egy Wither-t szeretnék összerakni, hogy legyen egy beacon, és gyorsabban ki tudjuk ásni a bázisnak a szükséges részeit. Fantasztikus. Szóval, ja, nem mondanám azt feltétlenül, hogy egyelőre lesz farm. Valamikor majd biztos, hogy lesz farm. De ez még nem az az idő. Vagy hát nem biztos, mert ez hardcore, szóval nem biztos, hogy lesz farm, mert lehet, hogy meghalok. De hogyha nem halok meg, akkor lesz Wither Skeleton farmunk, mert egyébként nagyon kellemetlen bányászni. És ilyen nyilván különböző okoknál fogva azt lehet... az lehet érdemes folyamatosan. Vagy hát nem folyamatosan, de hogy mondjuk gyakrabban. De szerintem ahhoz, hogy egyetlen egy Wither-t összerakjunk, az nem feltétlenül az a legjobb döntés, hogy azonnal csinálok egy farmot. De javítsatok ki, a tévedek, amúgy. Mi történik a cseten? Mi az erőtkeresés preferencia? Láva fölött szeretnék erődöt találni. Láva fölött szeretnék. Ó, asztal! Föl kéne emelni az asztalt. Mi történik, srácok, a cseten? Elszaladok mosdóba egy pillanat, és felemelem utána az asztal. Hogy azt mondja, pajtás rájött, hogyha azonnal rám mosolyog, amikor bohóckodok neki a különböző online meetingjei és ilyesmi alatt a kamera mögött, akkor jobban jár, ha azonnal rám mosolyog, és nem pedig megvárja, hogy elfajuljanak a dolgok, és nem bírja kinevetés nélkül. Szia, Mikey! És egy kicsit szomorú vagyok. Mármint, hogy rájött. Oké, itt van fölöttünk valami, ugye? Először is, egy gazd biztos. Ami nyilván engem személy szerint nem érdekel annyira. Oh, wow. Oh, egy pici malac. Hol lehet a gazd? Szóval kibekkelte a trollkodást. Igen. Ez történt sajnos. Oké, az ott Blaze.
Hát ez a hyperspeed futás, ez szuper, szuper flash. Lehet, hogy ezen kéne közlekedni a Netherben. Csak ki kell hozzá szedni egy csomót ebből. A Soulsand dologból. Na az a nagyon para, hogyha nekem farmolnom kell a Netherben. Gyakorlatilag olyankor, amikor, tehát streamen kívül. Az nagyon para. Szeretnék Wither skeletonokat. Van már két koponyánk, amit pillanatok alatt összeszedtünk. Értitek? Tehát, hogy így... Hogy így akár... Ó, ne! Le fog esni. Jó, akkor csá! Felemeltem az asztalt. Ja, fel van emelve az asztal, srácok. Ami elárulja, hogy fel van emelve. Vágott videó formájában elég luncsi lenne megnézni a halálodat. Nem is tervezek vágott videót. Oh, hello! Szóval, amiről nagyon könnyen kiderül, hogy... hogy fel van emelve az asztal, vagy nem, az konkrétan a háttámla. Tehát, hogy nézzétek meg a háttámlát. Ha nincs háttámla, akkor fel van emelve az asztal. Tehát ez így nagyjából egyébként ennyi itt a varázslat. Nem is nagyon hívnám varázslatnak, őszintén szólva. Valami olyan hely kéne, de az előző mentésben találtunk egy olyan erődöt, ami gyakorlatilag úgy fullon volt ezekkel a nyomajás csontvázakkal, hogy az ég egyett a világon semmit nem tudtunk csinálni velük. Olyan sokan voltak, hogy bujkálnom kellett meg minden. Most miért nem találunk... miért nem találunk ilyet? Vagy hát nem... Oh, ott. Get in there. I'll keep you. Oké, oda átmászni azért az bátor. Warrior of Honor, nagyon szépen köszönöm a cheert. A Sims 4 Star Wars DLC-t már nézted? Borzalmas. Néztem. Szörnyű. Soha többet nem akarok vele találkozni, egy mód van rá. A lehető legszomorúbb Sims tartalom, amit valaha láttam. Az a helyzet, hogy szerintem a legjobban az jellemzi ezt a DLC-t, hogy a hely, ami bekerült, az annyira nem szórakoztató, hogy konkrétan a szimek is unatkoznak. És komoly meló volt mindig helyre rakni az unalom értékét. Tehát, hogy a legrosszabb dolog, ami az... az borzalmas az a cucc. Szörnyű. Nagyon rossz. Egy forintot nem ér ez a vacak. Nagyon durván nem. Ahogy itt már voltunk. Mindegyik erő nyomi. Kérek szépen egy nem nyomi erődöt. Videójáték. Legyél szíves. Egyezünk meg abból, hogy te adsz egy nem nyomi erődöt, és én meg nem maradok a Netherben örökké. Oké, ez mondjuk egy win-win nekem, de nem ez a lényeg. Ó, nyereg! Nem, az kell bot is. Lehetséges, hogy el kéne kezdeni a dolgot. Mi lesz az új DLC? Vagy új content? Nem tudom, hogy DLC lesz-e egyébként. Mi lesz az új content a Sims 4-hez? Kell bot, de szedtél fát? Jó, de kell pókfonál. Azt nem tudom, hogy tudnánk szerezni a Netherben. Jaj, egy nyomi. Lehet menni Winter Holiday-re. Gyakorlatilag a Himalájába. Oh. Jó, oké, ez mondjuk végül is nem hangzik rosszul. Ilyen bekuckózós, fakunyhós, rönkházas dolog. Jó, ez mondjuk... Oké, ez nem hangzik rosszul.
Nem feltétlenül én vagyok a célközönsége, de nem hangzik rosszul. De ez elsősorban azért nem én vagyok a célközönség egyébként, mert én játszom rosszul a Sims-et. Tehát, hogy én ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, hogy igazából én játszom rosszul a Sims-et. Elég egós lenne azt mondani, hogy én játszom egyedül jól, és mindenki más rosszul játssza a Sims-et. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönöm a cheert, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Oh God! Köszönöm szépen. Oké, nem számítottam, hogy ez ennyire gyorsan meg lesz. Sims lényege nem a pénzgyártás? Az van egyébként, hogy állítólag nem. Tehát ugye a Sims lényege állítólag nem az, hogy nyomtassuk a pénzt. Ami őszintén szóval tényleg teljes nonsens, de... Végül is mindegy. Mit tudunk tenni? Kisebbség vagyunk mi ebben a világban. A Sims 4-ben egyébként way too easy sok pénzt összeszedni. Igen. Mármint, hogy way too easy. Tehát, hogy olyannyira too easy, hogy már a way too easy sem vagyok benne biztos, hogy lefedi jól. Legalábbis szerintem. Ne is kérdezzétek, mióta nem férünk egyébként a malacoktól, de valahogy ebben a streamen úgy döntöttem, hogy mostantól nem férünk. Egyébként valószínűleg Fire Resistance, Potion, Armor, blablablablablabla, értitek? Tehát, hogy azért el tudom képzelni, hogy mi közel lehet a dologhoz. Piglin Trade Farmot? Nem éri meg. Mármint, hogy szerintem nem éri meg semmit csinálni, ami több annál, hogy egyetlen egyet oda zársz. Talán annyiban érheti meg, hogy mondjuk bezársz párat, akiket így körbe elérsz könnyebben, mert akkor tudsz az egyikkel trédelni addig, ameddig a másik... ameddig a másik nézi. És akkor tudod gyorsítani. De hogy szerintem körülbelül ennyi az, ami... Ennyi az, ami alapvetően előnyt tud jelenteni ebben a szituációban. Amúgy nem nagyon... Meg őszinte leszek, nem is adnak ám olyan eszeveszettül értékes dolgokat. Mert hogy... Szerintem nem is adnak olyan eszeveszettül értékes dolgokat. De ezt mondjuk lehet, hogy rosszul gondolom. Oké. Okay. Bedrockban adnak Nether kapát. Jó, olyat lehet, igen, olyat lehet, hogy egy hopperre rákötöd, amit dob, és akkor, tehát, hogy nyilván lehet optimalizálni, és nyilván lehet kényelmesíteni a kereskedelmet velük. Ó, azon van egy nyereg. De hogy közben pedig... Kérdés, hogy mennyire érdemes. Meg hogy ugye ezek mind csak kényelmesítések. Ó. Oh. Ebben van... Ezelőtt kell kikapcsolni az Optifine-t? Ó, ezelőtt kell kikapcsolni az Optifine-t, mert elméletileg van egy bug. Hogyan tudom egyáltalán kikapcsolni az Optifine-t? Újra kell kezdenem a Minecraft, újra kell indítanom a Minecraftot, nem? Ebben van, srácok, fekete csontváz. Technikai minden van kényelmesítés. Nem, szerintem az nem kényelmesítés, hogyha valamit automatikusan gyártasz. Mert kényelmesítésnek is mondhatjuk, nincs. Nincs benne csontváz? Akkor mi van ebben? Mit tudunk onnan szerel... Blaze spawnerek? Ó. Oh. Arany. Ó. Oh.
Szeretnétek bemenni? Mi ez ennyire rossz, hogy itt így meghalunk, meg ilyenek? Jó, de te a múltkor nem azért haltál bele, mert... Igen. Jó, hát akkor bemegyünk. Az ott egy morcos malasznak tűnik. Viszont előtte csinálunk egy újraindítást és kikapcsolom az Optifine-t. Mert írta valaki, hogy... hogy van valami baj az Optifine-nél és emiatt dolgok láthatatlanok. Meghalsz. Annyira erős? Mi van oda bent, ami annyira erős, hogy meghalunk tőle? Jó munkát, Újvi! Jó munkát és kitartást! Voltál tegnap és nem voltak láthatatlanok. Ennek örülök. Mióta van 1.16.4? Istenem, viszont ha erre felfrissítem a mapet, akkor nem fogunk tudni játszani Optifine nélkül. Van már hozzá Optifine? Nincs Optifine még hozzá, ugye? Optifine... Halló? Szeretném a böngészőt látni? Hogy lett a böngésző teljes képernyő, és mit csinálsz ide a játék? 1.16.4 elméletileg van Optifine hozzá. Ha mondjuk letöltőgomb nincs mellette, szóval nincs. Oké, tehát nincs Optifine, nagyszerű hír. Akkor valahogy visszamászunk. 1.16.3-ra és megpróbálunk abban maradni. Mi jött az 1.16.4-be? Vagy megnézzük az Optifine-t, és hogyha elkezdünk meghalni, úgyhogy nem látunk semmit, akkor automatikusan... akkor megpróbálunk azonnal kilépni. Mit szóltak? Nem, nem a végére értél ide, nem. Csak valaki megijesztett. De hogy én szeretnék Optifine-on maradni egyébként. Hello? Aha, pont arra megy a lépcső. És ők milyen szabályok szerint ütlegelnek engem? Mármint úgy kérdezem, hogy mikor fognak ők megtámadni igazából? Tehát ő náluk mindegy, hogyha arany van rajtam. A brutok mindig. Jó, hát viszont hogyha mindig, akkor nyilvánvalóan egy teljesen... És melyik a brut? Az ott, ami full aranyban van öltözve, az például egy brut? Mert akkor egyszer megcsináljuk azt, hogy lecserélem a sisakot. És csá. És akkor full ráküppeltem. Az ott például egy brut? Vagy ő csak... meg lett a harmadik koponya? Nem. Erre nem szállítottam.
Fejszés. Ó, oh, oké. Okay. Tehát, hogy más, más konkrétan a dolog. Oké, okay, oké. Okay. Szeretnék valami módot, ahogy lehet lefele építeni a Minecraftban. Mindegyik megtámad, ha a brútot megütöd. Oké. Okay. A mindegyik alatt azt értjük, hogy ő is? Oh god. Jaj, ez mennyire kellemetlen helynek tűnik már most. Az ott egy brút. Mennyire jó lenne, ha bevenné az ütéseimet. Ezek nem dobnak semmit? Hát kicsit átverve érzem magam. Oké, egy dolgot elfelejtettem. Ami fontos lenne. Ebből három már problémásnak tűnik. Annak bizony. Ez nem fogja megoldani azt, amit elfelejtettem. Ellenben viszont ezzel. Ez nem kell, ez nem kell. Ez kell. Fire resistance. Fire resistance. Fire resistance. Fire resistance. Hű, ezek elég agresszívnek tűnnek. Na mindegy. Azt lerakjuk, mert ez elég hasznos. Ez nem kell, ez nem kell. Gondolom ezek is spawnolnak szépen ügyesen. Oh boy. Azért nem mondom, hogy most nem tartok ezektől a srácoktól. Oké. Találtál egy ilyen haláltornyot? Hát, ja. A brútok száma limitált, vagy a brútok spawnolnak? Kell építőanyag a kezembe. Kell csákány a kezembe. A két potion nem fog menni. Szóval, ha lesz-e kérdés, ez mikor lesz kérdés? Tudom, hogy meglepő, de ha lesz-e kérdés, mikor lesz kérdés? Oh god! Oh god! Azt láttátok, ebből mennyi van? Holy! Hossz mit vétettem? Halló? Nem szalad hátulról rám egy brút, az nagyon jó lesz. Oké, okay, tehát ez úgy néz ki, hogy ezt a helyet kiklíreljük.
És utána kivehetjük békésen az aranyat? Mert ez itt belül, nem? Visszaspawnolnak elvileg. Hát akkor igazából mindegy. Viszont ebből mennyi ilyen fekete kövünk lehet, és ez például építés, ez nagyon állatul néz ki szerintem. Aki kitalálta ennek a layoutját, azt keresztre kéne feszíteni, srácok. A legtöbb csak egy lyuk, és nem vezet sehol. Kérdezem, Brute? Az Brute. Goki, Goki, Goki! Oh boy! Holy guacamole! Holy guacamole! Hát ez... Hova tűnt az instant health potion-öm? Tudod, Viktor, a távolságtartás. Van távolságtartás! Hát egyszer csak kiszaladtak, azt így puff! Hű! Oké, okay, értem, Totem of Undying is life. Oké, okay, srácok, nagyon-nagyon fontos valamit most eldöntenünk. És most nagyon-nagyon fontos erre a válaszotok. Nagyon-nagyon fontos erre a válaszotok. Visszaspawnolnak-e a brútok? Vagy nem spawnolnak vissza a brútok? Ez azért fontos, mert ez alapján megyek tovább, vagy nem. Nem spawnol vissza. A brútok nem spawnolnak vissza. Oké, okay, semmi másra nem félünk annyira, mint a brútoktól, úgyhogy... Ha adott mennyiségű brútot megölünk, akkor azzal igazából jók vagyunk. Jó, egy halálunk... Oh God, álljál mellé, azt akartam is kérni. By the way, egyébként tökre olyan volt, mintha... Oh boy. Miért is csináljuk ezt aranyért? Tehát nem is akarok aranyat. For fun purposes? Oké, okay, a visszaszaladás, mint technika, az nem volt feltétlenül rossz. Az, hogy minden nyavajás malac röfög, az is egy végtelen félreértés. Oké, okay, az. Az, hogy ez a malac is röfög, meg az a malac is röfög, meg a nem tudom melyik malac is röfög.
Oké, ez is egy taktikailag jól védhető pozíció. Nem lehet nagy tineröfögjetek? Túl nagy kérés, ugye? Ja, valószínűleg túl nagy kérés. Uh-oh. Ez egy olyan helynek tűnik, ahol én lennék, ha brut lennék. Oh boy. Oké, loot tényleg van. It's a trap. Igen? What kind of trap? That's a brute. Jól elbújt. Én például nem tudtam, hol van. Furcsa lenne, ha a malac nyávogna. Oké, de háromféle malac van. Legalább röföghetnének máshogy. Lehet, hogy máshogy röfögnek, csak én nem tudom. Oké, ez nem fog segíteni most. Kialakítunk egy kis bázist. Fú boy. Azért nem azt mondom, hogy nagyon jó volt, hogy nálunk van a Totem of Undying, de hogy nagyon-nagyon jó volt, hogy nálunk van ez a Totem of Undying. Szerintetek ezt valaha le fogom rakni jól? Mármint úgy értem, hogy így fölfele álljon, aminek fölfele kell állnia? Nagyon jó. Oké, ez biztos, hogy nem kell, biztos, hogy nem kell. Tudja, hogy nem kell, mert nem veszem fel a szárnyat, viszont ez azt jelenti, hogy a szárny sem kell most egyenlőre. Oké. Akkor viszont arany oda. Oké, crafting table. Arany, arany, oda! És van egy pajzsom. De nem, a pajzsot se használom egyébként. Nem, pajzsot se használok, úgyhogy igazad van, azt is le lehet rakni. Nincs nem egy pitőanyag. Cserébe viszont van nálam egy nyavajás izé, aminek nem kéne nálam lennie. Egy nyavajás kard. Oké, ez ott jó lesz. Huh. Az a kérdés, hogy ez ott brute volt-e? Ó, tudunk csinálni izét. Tudunk csinálni, srácok, horgászbotos vackot. A Nether oda-vissza, Zsákos Viktor tollából. Hát, ja. Igen, hát ez történik, kérem szépen. Tudunk csinálni horgászbotos mókát. Nem, ez nem ide jön. Ez ide jön, ez ide jön. Ez ide megy, ez ide megy. A Golden Carrot, az mit csinál pontosan? Okay. Az csak egy kard. Jó, akkor ezt elviszem messzebb. Oké, okay, ott van még kettő, akik fel vannak háborodva. Oké, hát igazából nincsenek. Oké, most már vannak.
Hogy csekkolgatom, hogy ki izé, és ki nem? Négy kaja csíkot tölt, és éjjellátás. Megáll az ész. Oké. Oké, cool. Egy malacot hallottam felháborodni. Oké. Az ott fantasztikus. Oké. Szerintem innen összeszedtem mindent. Nyilván sokkal jobb lenne átlátni a layoutját ennek az egész hatacárénak abban az esetben. Szerintem ehhez a bázishoz visszatérünk, és ezt fogjuk használni. Szóval sokkal jobb lenne visszatérni az egész hatacáréhoz, hogyha, meg az átlátni a layoutját, hogyha alapvetően nem lenne egybe az egész világgal. Tehát, hogyha így nem lenne összeakadva. Mi a retek, ez kitalálta ki ezeket a formákat? Oh God. Ez itt mi például? Értem én, hogy hivatalosan erőd? De hogy néz ez ki? Ez az a lépcső, amin szaladtunk? Igen, ez az a lépcső, amin szaladtunk. Ha erre eljövünk, akkor itt van, igen, ide vonultunk vissza. Ez a része mi. Ezek a lyukak. Ne fáradj. Sokkal erősebb az íjam, mint emlékszem arra, hogy mennyire erős az íjam. Segítséget kérnék bárkitől. Kreatívban csináltam egy vasfarmot a levegőben, de a Survivorben földre rakva mellé spawnol mindegyik Iron Golem. Ja, nem lehet. Azért van a levegőben az Iron Golem, a farm. Mert hogy le kell szedned az összes területet, ahova spawnolhatnak. Szerintem lehetséges, javítsatok ki a tévedek, mert lehet, hogy tévedek, de hogy szerintem... Szerintem az a nagy rohamban lehet, hogy kiszedtük az összes brútot. Az létezik, hogy abban a nagy-nagy rohamban kiszedtük az összes brútot? Az egy cool lapát. Jó, de nem egy nagy cucc nekünk szereznünk lapátot. Abban reménykedtem, hogy ez nem szalad nekem. Az a malac. Fantasztikus. Ne rohanj rám, brút. Ne rohanj rám, brút. Lejön. Ő lejön, srácok, őt nem érdekli. Nem igazán érzem azt, hogy annyi aranyat találtunk volna, mint amennyit ígértetek. De lehet, hogy ez csak egyenlőre van így. Szirktácsos aranykap bizé balta. Lol. Oké.
Oké, hála az égnek, itt a másik oldalon most nincsen még egy kis XP, hogy javuljon a minden is. A falakban alacsony szinten kockák vannak, én vagy 30 blokkot szedtem ki. Ja, láttam, kiszedtem már egy csomót, nem erről van szó. Tehát ez a része, ez oké. Okay. Csak hogy itt így ennél azért mintegy több arany volt ígérve, na. Ért? Oké, itt van valaki, aki fel van háborodva. Hi. Nyisz. 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 Oké, itt mintha lenne még olyan, aki fel van háborodva. Hogy elveszem az aranyukat. Oké, mondjuk tény és való, hogy az ellenállás viszont olyan, mint amilyet ígértetek. Oké, ez elég menő. Oké, ez a ládához visszajövünk. Keressünk egy utat felfelé. Biztos, hogy van egy út felfelé. Ó, még egy láda. Na hát. Aha, véletlenül sem az aranyat. Ó, az mondjuk nem rossz. Oké, fel kéne jutnunk. Oda kéne visszajutnunk, ahol volt a, ahol vannak a cuccaink. Szerintem valahol erre van. Szerintem valahol erre van. Mintha erre kezdett volna elkergetni az őrjöngő tömeg. Ami azt jelenti, hogy ha elmegyünk itt elmegyünk jobbra. Akkor nem jutunk el sehova. Mármint, hogy azt akartam mondani, hogy akkor eljutunk oda, ahova eljut, ahol hagytuk a cuccainkat. De hogy ennyire értékes a pókháló? Őszintén szóval nem. Hó, mekkora fan volt ott hagyni ezt a cuccot? Az útvesztők útvesztőjének útvesztőjében? Oké, okay, valahol arra kell lennie. Halvány elképzelésem sincs, hol hagytuk a cuccot. Zárd le a zsákutcákat. Ó, az mondjuk nem egy buta gondolat. De nem vagyok benne biztos, hogy zsákutcák. Valahol erre volt pedig. Ez nem oda vezet, de innen át... Ó, itt van. Nagyon jó. Akkor de ez oda vezet. Haló? Hogy itt jeg? Kérdezhetném azt is, hogy vagyunk. Na, viszont most már nem mondhatjuk el egyébként, hogy egyszer sem mentett meg minket a Totem of Undying. Őszintén szóval ez egy picit amúgy szomorú. Mert hogy nyilván ezért van a Totem of Undying, tehát hogy teljesen oké, hogy tette a dolgát. De hogy... egy picit azért szomorú, hogy... hogy így most már tennie kellett a dolgát a Totem of Undyingnak. Meghaltál egyszer? Igen. Uh-huh. Meghaltam egyszer. Egyszer körbevettek ezek az állatok. Nagyon durván körbevettek. Akkor ezekkel azt csináljuk, hogy...
Letörjük az egészet. Tudom, hogy ki lehetne sütni, de én nekem ez jó lesz. Mert ezek nem adnak XP-t. Miért nem adnak ezek XP-t? Hát akkor ez majdnem egy drága kajózatal volt. Ja, hát... mondom, tényleg ezért van, tehát hogy jó, hogy tette a dolgát, de hogy egy picit szomorú vagyok, hogy... hogy meghaltunk. Oké, ez még 8. Viszont az pont még egy... Oh. Mondjuk azok ott nagyon... Fú, azok nagyon durvák voltak. Onnan így közülük kiszaladni is mennyire para volt. Oké, rengeteg gomba. Jó valamire ez a gomba egyébként, vagy csak hozom? Nem elég, hogy a szegény sárkányt is lecsaptad, most a malacokat is kiírtad a lakóhelyükről? Mit szólnál, te, ha a bázisodba jönne valaki és kifosztana és lemészárolna? Ja, egyébként elég para. Elég para. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként teljesen igazad van. Szóval most megyünk és folytatjuk. Innen kéne egy egyszerű utat találni oda lentre. Hát ez már innen nem egyszerű. Ez egész jó. Ez arányaiban egy egyszerű út. Kérdés, hogy visszatalálok-e majd. És van valahol egy chest, amit keresünk. Ó. Oh. A kicsik nem támadnak, ugye? Ó. Oh. Hát a kicsik nem. Ennek most nem is... Ne is írjuk meg a szövegét, mert ez borzalmasan rossz. Just to make sure, felírnám a cuccok koordinátait a helyedben. Well, alapvetően ez egy nagyon jó ötlet. Nem tettem meg, de amúgy egy nagyon jó ötlet. Meg kellett volna tennem. Hol a retekben van az a láda? Oké, valószínűleg még lejjebb. Ott van. Ez nem az a láda. Hol a retekben van az a láda, amit keresünk? Ez sem igazán az a láda. Ó, azt meg le is rakhattam volna. Valahol volt egy láda, amiben hagytam jó cuccokat, nem? Mondván majd visszajövök érte nyilván, amit nyilván most szemmel láthatóan nem csináltam. Lehet, hogy ez az a láda. Not this one. Nem volt valahol egy láda, amelyik tele volt jó cuccokkal? Én emlékszem abszolút rosszul. Lehetséges nyilván. Most erre a kérdésre lehet válaszolni belebeszélős dolog nélkül is. Szia Krisz! Tehát, hogy a kérdésre válaszolsz, az nem kell pontokat költeni. Nem. Nem azt akarod. Ó, oké. Okay. Hát akkor szerezzél rá pontot.
Oké? Nem. Ezt már ki... A zuhanás még mindig egy olyan dolog. A zuhanás, srácok, még mindig egy olyan dolog, amitől nagyon megijedek. Jobban megijedek konkrétan, mint az előző jelenetnél, ahol szénné vertek a brútok. Na, Timi, gyerünk, toljad neki! A legalsó szinten, és az előbb álltál vele szembe? Szerintem nem. Szerintem nem azzal álltam szembe. Szerintem azzal álltam szembe, amit már megnéztünk. Ez a legalsó szint, ugye? Aha. Én szerintem ezzel álltam szemben. És ez üres. Oké, várjátok. Egy megoldás, hogy kiszedjük a... Ó, oh, ez! Ó, oh, lehet, hogy erre gondolta, hogy álltam vele szembe. A... Oké, sajnos nem oldja meg a kérdést. Úgy. Na, szerintem akkor ezzel most itt végeztünk is, nem? Már itt elvehetném még a lantern-öket, de a lantern-öket nem akarom elvenni egyébként. Ez a Soul Sand-en való futás, látszik, ez kifejezetten halálosnak tűnik. Ó, és most kell elolvasni, hogy Timi mit szeretne írni. Szóval, mi lenne, ha kiütnéd a rákba a felesleges ládákat, és akkor nem örülnél meg mindig az... Igen. Ez a gondolat nekem is eszembe jutott, éppen miközben díleltétek a pontokat. De igen, valóban ez lenne a jó megoldás. Sose fogok feljutni, ugye? Na, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem itt rendet tettünk. Vannak még a távolban malac röffenések. Rendet tettünk, és nem került többe egy Totem of Undyingnál. Ami alapvetően egyetlen egy halált jelent. Lehetett volna sokkal rosszabb is, legalábbis szerintem. Valahol itt kezdtem el fúrni. Itt kezdtem el fúrni. Mondta Viktor. Tévesen. Itt kezdtem el fúrni. Oké, de ennek nem... What? Oh God. Micsoda? 9-ig kéne tartani a streamnek, igen. Amivel ugye nyilván elsősorban az a probléma, hogy még nincs meg a cél. Ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Oh, nice. Hát van még ennek az erődnek egy része, amit még nem raboltunk ki, miután lemészároltuk a bentlakókat. Mondjuk három brute, igen, a három brute például a definícióm szerint a sokkal vészesebb kategóriába tartozott volna. Vitathatatlan, abszolút. Van lánc a játékban? Mármint nyilván tudtam róla egyébként, csak teszteltem, figyeltek. Mire jó a lánc? Nem tudom, gondolom dekorra. Oké, de hol van a kis minibázisom? Ennek a lyuknak köze van ahhoz a lyukhoz? Ajajajajajaj. Ez kell valamire? Srácok, ez jó valamire? Ez a fura fűgaz dolog?
the spirit. Jó, akkor még mindig van egy csomó minden, amit nem tudok elrakni. Vagy... Jó, cseh! Viszont ettől függetlenül érdekelne, hogy az egy dolog, hogy most ide eljutottunk. De hol a retekben van a bázisunk itt? Ment a lokális bázisunk. A helyi bázis. Egyszer majd kijövünk, azt kibányásszuk az egészet. Jó, ez... igen, ez tartotta vissza... Kicsit félek most már belefurkálni a helyekbe random. Oké, okay, halvány elképzelésem sincs, hol vagyunk. Oké, okay, ne, erre emlékszem. Oh, megvan! Ne! Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki felé! Köszönöm. Nagyon megijedtem, hogy itt belül kell vele dílelni, mert az nem lett volna az igazi. Oké, okay, ez mehet oda, ez mehet oda, ez mehet oda, ez mehet oda, hála az égnek így mindegyikből van. Lánc, dolog, csont. Még több csont, csontot átrakjuk ide. Ezt is lerakjuk, azt is lerakjuk, miért ne alapon. Jó! Szerintem végeztünk itt. Lehetséges egyébként, srácok, hogy ebben a streameren megyünk haza amúgy. Elsősorban azért tudom ezt elképzelni, hogy ebben a streameren megyünk haza. Mert hogy nincs még meg az a maradék egy... koponya. Tehát, hogy kell, szükségünk van még egy koponyára. És akkor igazából most megyünk tovább, azt keresünk erődöt. Átnéztem, szerintetek jól ezt a haknit? Tehát, hogy szerintetek megtaláltam benne, amit kellett? Nem volt, mit tudom én, egy hatalmas másik része valahol? Hát én ezt nem hiszem, tehát hogy nem az a lényeg, hogy a mérete nagy legyen ennek a bázisnak, hanem az a lényege, hogy el tudjak benne bújni, ameddig... Ó, ez rossz csákány. Ja, arany volt, akkor az annyira nem számít. Ha egy pár aranyat ott hagytam, akkor az nem számít annyira. Inkább az számít, hogyha így nem tudom, értitek, van még egy olyan szárnya, csak nem vettem észre. Vagy ilyesmit. Tehát, hogy inkább ezek azok, amikre azt mondanám, hogy számítanak. Kéne kraftolni egy... Ja nem, olyan gombám még mindig nincs. Melyik gomba kell egyébként? A zöld erdős gomba kell ahhoz, hogy etessem a hosszú lábú lényeket? Mielőtt. Ennyivel jobb lenne az íjam, mint a kardom. Zöld, oké. Okay. Jó, akkor ez most mindegy. Mármint úgy értem a mindegyet, hogy ha találunk, akkor lecraftoljuk, de hogy most azonnal nem tudok lecraftolni. Belebeszélés volt, ajjajjaj, karamba. Linux Mind belebeszélése. Vannak ebben a Strongholdban olyan kövek, amiknek szeme van, köbö, mint az observerek, azok alatt lehet tízesével aranyblokk. Oké, okay, tízesével az már egy olyan ajánlat, amiért megfordulok. Mármint, hogy ja, tízesével az olyan, az ilyen egyesével lévő arany dolgok, azokért nem, köszönöm. Oké, okay. Elvesztettem az erődöt. Hol a retekben van az erőd? Ha
Nem néznek ki minden ugyanúgy. Halló? Van itt valahol egy titkos erőd? Igazából egy egész nap építmény. Na, azt sikerült elvesztenem, és nagyon örülnék, ha valaki meg tudná mondani, merre van. Amelyik termet befalasztad, ott volt is olyan blokk. Oké, ez egy olyan helynek tűnik. Ott is van, nagyon jó. Amelyik termet befalasztam. Oké. Mert itt is van például még ilyen extra rész, hogy az olyan így számít. Na visítsál! Visítsál, mert oda megyek, azt adok okot visítani. Aha, valószínűleg számít, nyilván gondolhattam volna. Rossz csákkány. Curse of Vanishing, az mindig egyébként nagyon meggyőző. Egy jó Curse of Vanishing. Hát nem feltétlenül aranyért jöttünk egyébként. De végül is mindegy. Nekem nyilván így is jó. Azt nem. Oké, arany lerak. Aranyból aranyblokk kraftolás. Ráadásul maradéktalanul. Megáll az ész. Ettől függetlenül mindenből maradt. A továbbiakban is. Úgyhogy így annyira nem is éri meg egyébként ez a kraftolgatás. Oké, egyetlen egy van még. Oké, ez ide való. Ez nem az a láda, azt nem tudom megfogni most. Ez kell nekünk? Mindegy, vigyük. Ez megy. Ebbe a... Pff, boy. Kezd egy kicsit sok lenni a pakolászás, srácok. Azt kell, hogy mondjam, hogy kezd egy kicsit sok lenni. Ez a másikban van mind a kettőből. Kezd egy kicsit sokká válni ez a pakolászás dolog. Vasblokk, vasblokk. Mármint, hogy csak így maga a logisztikája. És hát nyilván kiviszünk egy csomó cuccot, akkor ez alapvetően tök jó. De egy ilyen Escape from Tarkov szimulátorra váltunk. Ami egy szimulátor, szóval. Oké, benned már nincsen semmi, ami számít. Viktor, nem aranyért jöttünk. Random arany. Hát igen, én... Ja. Oké, ott jöttünk be. Oké, kell olyan követ találnom, ami olyan, mint egy szem. Olyan kő, ami olyan, mint egy szem. Ugyanis odafalaszták be a felmenőiket. Kő, ami olyan, mint egy szem. Ebben a szobában állítólag van. Ó, oh, lehet, hogy a malacol... Oh, God. Oh, I see. Mindent értek, srácok. Keressünk még ilyet akkor. Ezért lehet, hogy megéri lehajolni, na. Kő, ami olyan, mint egy szem. Valószínűleg így a szobákban lesz egyébként, amikor azt hittem, hogy üresek. Szóval valószínűleg pont az össz... Hey, Kido, megtámadsz? Nagyszerű döntés. Gyerekkorukban egyébként mennyire jobban megy ez az itt élő képesség dolog. Oké, ez nem az.
Oké, itt már jártunk, jó? Itt nem jártunk, itt van-e ilyen? Nincsen, ha jól látom. Hol? Volt valahol? Ah, valószínűleg. Ne, ezt nem fogjuk tudni körbeírni. Ja, hogy te azért gondolsz, hogy jól láttad, hogy volt ebben a szobában, amit lefalasztam. Igen, egyébként ez elég durva, hogy ezt így kiszúrtad. Legyünk őszinték, azért az elég durva. What? The hell? Ja, ha a Brute-nak nem sikerült, akkor te biztos, hogy kell lesz ide. Hogy visszaszökkentem? Oké. Először is láda. Ezt a magma krim dolgot, ezt egy időre elintéztük, srácok. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ezt egy időre elintéztük. Kipakoljuk a kis portékánkat, az összes kis ládácskánkat. Úgy, és aztán majd abba szépen elpakolunk. Ja, találtunk még elég sok cuccat igazából. Oké. Okay. Ez is oké. Okay. Jó, azért ezt nem mondhatjuk, hogy nincs nálunk meglehetősen sok arany. Szóval lehet, hogy ez az előző kritikám az nem volt annyira jogos. De hogy nyilván az vezette a kezemet, vagy hát a számot, miközben kimondtam a kritikát, hogy... hogy én arra gondoltam, hogy... hogy ezekből a falban lévő cuccokból lesz az arany, nem pedig, hogy a fal mögött van rejtve az arany. Nem tudom, hogy értitek, hogy mire gondolok. Ja, milyen jó, hogy Wither Skeleton fejekért. Egyébként csendesen hozzátenném, hogy amúgy van nálunk egy Wither Skeleton fej is. Szóval, hogy így csendesen megjegyezném, hogy amúgy van nálunk egy Wither Skeleton fej is. Nem annyi, amennyire szükségünk van. Mert az nem lenne igaz. De van nálunk egy pár. Jó, én az van, srácok, hogy amikor már elindítottam ezt a streamet, én nem is tudtam, hogy létezik ez a dolog. Mármint, hogy ez a dolog. Ez az egész erőd dolog létezik. Ami nyilván lehet az én hibám. Vitathatatlanul, nem erről van szó, de hogy nem is tudtam, hogy ez van. Oh-oh. Oké. Okay. Aranynak kéne itt lennie! Ó, oh, még több arany. Jaj! Ez elment vadászni, ebbe megy az, meg más nem. Láttátok, ott volt egyébként a fej. És ebben megy az összes vacak. Meg valamilyen oknál fogva az, amit szemmel láthatóan nem vacak. De valamiért ide raktam. Oké. Okay. Akkor ez megy ide. Még egy kis pókfonál. Még egy kis az, nem az arany. Az arany megy ide. A balta is mehet oda igazából. Jó. Lassan nyithatsz új ládát.
Alapvetően igen, de én inkább csak szeretnék innen elmenni. De végül is mindegy, tehát ha találunk jó cuccokat, akkor nem kell, tehát hogy akkor nyilván nem kell. Csak ha értitek így, alapvetően így... Egy céllal érkeztünk, és nem feltétlenül mondanám, hogy annak a célnak az irányába hajtjuk éppen a talicskát. Tehát hogy mondhatnám azt is, hogy ez nem feltétlenül kapaszkodunk a prioritásainkba. Olyan elszántsággal, amilyen elszántsággal kéne. Meddig streamelek? Jó, még egy picit szaladgálok itt. Még egy Wither School már nem lesz, ami azt jelenti, hogy ebben a streamben már nem megyünk haza. Oh boy. Elkezdtem lefele esni. Az a legparább élmény egyébként. Szóval, hogy... annyira látom magam előtt, hogy kiveszek egy ilyen aranyat, azt egyszer csak leesik a fejemre egy brút. Na. Malacos köveket adjál még, légy szíves. De ne ilyen hazug malacos köveket, hanem ilyen igaz malacos köveket. Az lenne a legjobb. Igen, ezt már kipakoltam. Oké, emlékszik-e bárki még malacos kőre? Láttunk-e még malacos követ bármerre? Ez egy malacos kő volt. Tudom, hogy tud ennél többet ez az erődítmény. Ahol bejöttem az elején. Jó. Megyünk vissza, megkeressük. Mivel már nyilván nagyon vágjuk a járást. Mondta Viktor eltévedve. Ezért nyilvánvalóan ez nem lesz annyira nehéz. Mondta Viktor leginkább önmagának megint eltévedve. Oké, ez az, ahol. Oké. Valahol szerintem ebbe az irányba kéne lenni, ahol. Bejöttem. Viszonylag biztosan nem ebben az irányban. Nem. Egyforma házak és lapos tetők. Oké, nem. Hogy jöttem be? Tudom, hogy ez nem feltétlenül a legelegánsabb megoldás, de ha megoldás, akkor igazából miért nem? Na, hol van ez a bejárat? Ó, pont ott. Oké, de hát ezek is ilyen hazudós blokkok. Ja, ezek is hazudós blokkok, csak a bejáratot jelezték. Oké, és akkor valaki azt mondta, hogy a legalsó szinten még volt. Oh. Milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy nagyon dühös mar... Kézzeljétek el, ha a mellé beesek! Ahol meghaltam, ott is volt. Hol haltam meg? Itt felmegyünk. Valahol itt haltam meg ezen a környéken. Itt. Pontosan ezek mellett haltam meg. Az van, hogy én nekem az az érzésem, hogy mintha összeomlani látszana itt egy teória. Yep, mintha így összeomlani látszana itt egy teória. Egy teória, ami nagyon jól hangzott,
De hogy alapvetően nem volt annyira erős. Láttam a szellemírtók Lego autót, és annyira állatul néz ki, hogy nagyon. Oké, okay, legalsó szint. Hi. Legalsó szint. Malac orrokat keresünk. No. No, malacor! Jó van, húzzunk tovább a retekbe. Na de most már tényleg. Nálam van minden, nálam van minden. Egy koponyát szeretnék én még látni. Egy koponya volna nagyon jó. Mondjuk ez nem lesz meg a mai streamben, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy amúgy azt lenne jó látni. Így általánosságban. Nem azt fogunk ma. De értitek. Oké, okay, erre jöttünk be, de nem erre akarunk kimenni. Oh God, akkor most keresetem meg. Innen szaladt rám a legelső adag disznó. Akiktől nagyon féltem, mert nem tudtam még, hogy mennyivel rosszabbak a brútok. Azóta jobban félek a brútoktól. Hello, fiú. Tudod, teljesen véletlen merre van a bázisom? Nem, nyilván nem. Viszont ez pont oda vezet. Ja, ez oda vezet. Nem, ez nem oda vezet. És csak így állt mellette, és így nézte, hogy mi történt? Miben estél össze? És így hát... Ó, nem, lehet, hogy azon gondolkozott, hogy vajon felvettem a kardját akkor? Oké. Hát, ez igazából egy jó hely, hogy befejezzük ezt a mai streamet. Nem fe... Ó, arany. Nem feltétlenül ez volt a célom mára. De hát mikor történik az, ami a cél? Őszintén szólva. Nem feltétlenül mondanám, hogy ez volt a célom, de egy mindenféleképpen izgalmas kaland, egy halál. Egyébként. De hála az égnek már az a fajta halál, ami a hardcore-ban megengedett, amikor is egy szuper drága itemmel mentjük a popókat a komolyabb, hosszabb távú haláloktól. És akkor innentől kezdve egyébként szerintem erődöt fogunk keresni tovább a következő streamben is. Egyetlen egy koponya még kell. És tudjátok mi az igazán durva? Hogy nem csak koponyát nem szereztünk amúgy. Ami egyébként elég durva. De nem csak koponyát nem szereztünk. De... helyet sem találtunk, ami jó lett volna, hogy Wither Skeleton farmot építsünk. Tehát, hogy még ahhoz sem... szereztünk elég helyet, hogy ezt így majd kitaláljuk. Nem építek kupolát, de utána bázist építünk. Tehát, hogy most konkrétan azért akarom ezt megcsinálni, hogy legyen az a cuccunk, ami a beacon, és a beacon körül tudjunk egy kicsit jobban, még gyorsabban haladni, és a lehető leggyorsabban ki tudjunk szedni mindent, ami a bázishoz kéne. Mindegy. Szóval, hogy bázis, amit a bázisban használni tudunk. Nem tudom pontosan merre akartunk menni. Merre akartunk menni? Vagy valami irány, amelyik irányba akarunk menni? Alsó vonalnak nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon király, vagy köszönöm szépen. Még több arany, de ne aranyat adjál már, ne dör! Hanem egy darab koponyát. Szóval megint egy lyuk lesz a lakás. Így van. Igen. Igen.
Igen. Egy nagyon-nagyon hasonló dizájnú, nem 100%-osan, de nagyon hasonló dizájnú lyuk. Igen, ebben sajnos teljesen igazatok van. Oh God. Jogosnak vélem feltenni a kérdést, hogy hol a retekben vagyok? Ott lenne az erőd? Akkor abba az irányba akartunk... Oh God. Oké. Okay. Te gyere le onnan, de nagyon gyorsan. Hadd csapjalak ketté. Nagyon jól csinálod. Come on! Come on now! Nincsen semmi baj. Minden a legnagyobb rendben van. Túléled a lávát, nyilván neked semmi sem árthat. Se neked, sem a kölköknek. Minden rendben van. Minden rendben van. Na, szerintem viszont most annyi krímet összeszedtünk, hogy most nagyon-nagyon sokáig fogunk tudni Fire Resistance Potion csinálni. Mondta Viktor, majd nem szedte össze a krémeket. De szóval, hogy... még nincs elég ebből a cuccból, soha nincs elég véglegesen a cuccból. Hát olyan nincs, hogy... olyan nincs, hogy végleg elég legyen valamiből. Olyan van, hogy egyenlőre egész jól állunk. Mármint, hogy meghalt. Itt át lehet valahogy jutni abba az irányba, amelyik irányba menni akartam? Szerintem valahol abba az irányba akartam menni. Hogy a következő streambe kéne kitálni, hogy merre menjünk. Mert most jól kitálom, az következő streamben nem arra akarok menni, vagy valami. Egy ideje már nem tudom észrevettétek-e, de hogy nem igazán figyelek arra sem, hogy... tehát, hogy kezdek nagyon bátor lenni. Azt ilyenkor jön általában a sikoltozás, meg a meghalás, meg a még több arany. Szerintetek van értelme abba az irányba menni? Nekem úgy tűnik, hogy van. Olyan, mintha ott lenne egy átjáró. Jó, menjünk abba az irányba. Oké, és... itt befalazzuk magunkat, közepesen elegáns módon. Így nem tud megölni senki. Na! Viszont srácok, ezzel érkeztünk ennek a mai streamnek. Ó, nézzétek, állva streamelek. Szóval ezzel elérkeztünk ennek a mai streamnek a végéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A valamilyen oknál fogva ezt nem tettétek volna még, akkor érdemes követni ezt a csatornát, sőt, van egy második YouTube csatornám, ahová átkerülnek a streamek, azt is érdemes követni, meg érdemes egyébként engem is követni Twitteren, mert ott meg kikerül, hogy mikor van streamek, meg néha írok viccesebb dolgokat is, mondjuk azt viszonylag ritkán. És egyébként pedig a holnapi nap folyamán találkozunk, holnap délelőtt lesz stream, ami egy ilyen soron kívüli hatacáré, ugyanis a világon minden is összekavarodott. Ez úgy fog kinézni, hogy délelőtt kezdek, amikor tudok, és 2-ig, 2:30-ig fogok tudni streamelni. Végül egyébként így derült ki, mert holnap jön a takarítónő. Most már remélhetőleg tényleg. Holnap nincs D&D, holnap Pod of the Morning lenne, viszont nem tudok délután streamelni egyáltalán,
mert asszonypajtásnak kell a légtér. Úgyhogy, illetve ez nem igaz, tudnék streamelni délután, csak nagyon későn. És az a helyzet, hogy szeretném pénteken egy kicsit visszább nyomni ezeket a 9x streameket. Ez közösségi Among Us-ozás? Nagyon menő. Zsolti cooking szimulátor. Na, azzal nem mindegy. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon királyok vagytok, és nagyon szépen köszönöm a rengeteg támogatást. Az a helyzet, hogy ez egy sokkal izgalmasabb epizódra sikerült, mint gondoltam, hogy lesz. Mert azt hittem, hogy lyukat ásunk végig. De helyette a Netherben ástunk egy lyukat, ami nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy sokkal izgalmasabb, mint egy sima lyukásása. Sajnálatos módon nem sikerült összeszednünk a három koponyát, de egyébként szerintem csak és kizárólag azért nem sikerült, mert eltérítettük magunkat a retekbe. De oda jól el. És szerintem papit fogunk rédelni, mert papit nagyon-nagyon régen rédeltünk, viszont most Watch Dogs-ozik. Úgyhogy most papit rédelünk. Jepiti jep, és innen kilépünk, és mindenkinek további jó mulatást, aki megy tovább, és mindenkinek jó éjszakát, aki megy pihenni. Köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra. Találkozunk holnap.